Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Viszont egy érdekes dolog, és eljátszhatunk a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha ez Magyarországon csak akár így menne. Ugyanis, hát ugye tudjuk, hogy a kártyázás ez egy nagy szenvedély, aminek nem lehet csak egyik pillanatról a másikra felhagyni vele és abba hagyni. És hiába ér utol valakit az a bizonyos halál, aki ugye nem válogat, egész egyszerűen, ha kártyázol, akkor a túlvilágon is kártyázol. Ugyanis pókerezett a saját temetésén egy férfi Puerto Ricóban. Teljesen morbid a dolog, ugyanis emberünk állítólag szerette mindig két végéről égetni a gyertyát, 31 évesen szívrohamban halt meg, szívroham végzett vele, és a család szeretett volna úgy elköszönni a családtagtól, ahogy azt ő megérdemli, ezért szerveztek neki egy óriási pókerpartit. Na most a fotón egyébként látszik, hogy emberünk ott ül, nyilván kedvenc Jackie-ében. Henry Rosario Martinez, így van, aki nagy játékos volt életében, és a halálon túl is ott ül, napszemüvegben, baseball sapkában, a kedvenc bomber Jackie-ében, és a barátok, az ismerősök, a családtagok szintén ott ülnek vele, körbeülik az asztalt, és hagyják, hogy Henry Rosario Martinez megtegye a tétjeit, vagy amit megtenne, megteszik helyette. Picit passzív. Igen, hát nem kapkod. A mellette ülő haver teszi meg a téteket helyette, vagy legalábbis ezen a képen. Elképesztő morbid, de ugyanakkor a szenzációs a dolog. A férfit kedvenc ruhájába öltöztették, asztalhoz ültették, jöttek a barátok, megkeverték a lapokat, és játszani kezdtek. Ennyi. És mindenki vidám, mindenki jól érzi magát, mindenki szurkol Henrynek. Igen. És hagyják nyerni. Ennek egyébként nem tudjuk, milyen alapjárása. Nem tudjuk, milyen alapjárása van. Hát passzív, de ha jó fej, valaki emel helyette, és még lehet, az lehet, hogy a kis Rosario meg is nyeri. Egyébként a Karib-szigetországban nagy divatba jöttek az utóbbi időben az olyan temetések és virasztások, amik ugye nem arról szólnak, hogy azok, akik itt maradtak, azok szomorúak, hanem ünneplik az életet, ünneplik azt, akik itt maradtak, és örülnek, hogy egyelőre még nekik van egy kis lehetőségük élni, és élvezni az életet. Igen. És ha a morbidságát leveszed, akkor azt kell mondjam, hogy marhára igazuk van. Nem? Persze. Hogy nagyon, egyébként ez néhány kultúrában azért ez működik, meg van, ez az európaiaknál nem annyira, hogy mi nem is tudunk a halállal mit kezdeni. Ha morbidságát leveszed, akkor ez tök jó, hogy ők így búcsúznak. Maga a fotó nagyon kemény, ott ül, napszemekben, baseball sapkában a többiekkel. Hátra döntve a fejed. Rettetesen morbid, de van, igen, hát vannak bizonyos kultúrkörök, ahol ez abszolút belefér. És van egy karibi temetkezési vállalat, akik erre szakosodtak külön, hogy ilyen és ehhez hasonló kéréseket teljesítenek. Uh-huh. Tehát ahol a nász nép úgy gondolja, hogy ők még szeretnének kicsit együtt lenni, teljesítik a kéréseket, beöltöztetik megfelelően a halottat, és odaültetik az asztalhoz. Ezt egy cég szervezte. Most nem tudom, mit kellett ezen egy cégnek szervezni. Tehát, hogy ráadták a kabátot, a szemüveget. Hát meg sapkát. Gondolom, itt egy ilyen bebalzsamozási folyamat is volt előtte, tehát hogy azért biztos, hogy meg kellett oldani valahogy, hogy mondjuk tartsa a lapokat, meg hogy egyenesen üljön, mert valószínűleg, illetve nem biztos, hogy a halál úgy érte, aztán a fene se tudja. Tehát, hogy itt azért ül az ember, a kezében ott vannak a kártyalapok, stb. Támaszkodik a másik kezével az asztalon, tehát, hogy ez nem egy természetes pozíció. Gondolom, ezt a részét intézhetik. Én megnéztem egyébként a céget, hogy hát, ha esetleg az óceánon átívelő vállalkozásról, vagy nemzetközi vállalkozásról van szó, de nem. Tehát, hogy tehát nálunk, ha te itt vagy, miért? Te igen, mit kérnél egyébként? De mit szeretnél? Én hát valószínűleg a Penny Marketbe állnék a pénztár, és keresgélném. De hogy is, téged egy sékkártya. Nem, én téged egy bedding úton tudnának elképzelni, hogy állsz a pénztárnál balra, élj, odalépek fizetni. És ott állik, és ez a rohadt pongyűjtőkártyában, és mindenki megterhelni a pongyűjtőkártyádat, vagy mint egy ilyen kártyatrükkbűvész, aki kihajtogatja. Nem, hanem egy... tudod, ez a kihajtogatatos, ilyen 20 darabos, ilyen átlátszótok, tudod, mint a kinyitsz, és akkor és akkor így szépen így lefut. És mindenki odalépne hozzá. Kivenné a kártyát a kezedből? Megterhelné neked, és ezzel tisztelegne előtted. És visszatenné. Na, a kérdés egyébként nagyon jó, hogy János hol állna, mert pont ezen gondolkoztunk mi is, hogy ha már ez ennyire morbid, de mégis ugye ez csak tényleg
nekünk itt Európában valószínűleg ennyire morbid, hogy az ember elmegy, az esetek nagy többségében egy kórházba elbúcsúzik a szerettétől, és utána nem látja többet, és az egész nagyon idegen, és nagyon furcsa, és nagyon gyorsan lezajlik. Más kultúrkörökben egyébként meg teljesen természetes mondom, mennyire jó. Ott vannak, virasztanak, körbeülik, és egészen fiatal korodtól ezt a dolgot elfogadod, felkészülsz rá, megtanulod kezelni, és látod, hogy a többiek is osztoznak a gyászban, és ugyanakkor az életörömben. Mennyire az élet szimpatikus lett volna? Tényleg, tehát hosszú-hosszú évekkel ezelőtt én azt kértem volna, hogy ültessenek be egy pipsóba, és körbeültek volna a haverjaim, és tudod, hogy fölmegy a redőny, és ott látják. És te mindig ott ültél, mint örökös tag. Ennyi. Oké, játszunk el a gondolattal. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogyha ez a cég működne Magyarországon, és lenne egy lehetőségetek. Lehet egy kicsit morbid, de tessék tényleg eljátszani a gondolattal, hogy nem teljesen ideg módon beraknak bennünket, ugye, ahova mindenkit majd elvisznek a kórházból, hanem még az utolsó kívánságotokat teljesíti. Ki hova rakatná saját magát? Hova mennél? Mit csinálnál? Mit kérnél a családtagodtól? Mit kérnél a családtagodtól, hova tegyenek téged? Bebalzsamozva ott ülnél, ahogy Rosario Martinez élete legfontosabb kártyapartiját egyébként valószínűleg meg is nyeri. Ugye? Hát nála nagyobb póker az most a csapatban már egészen biztos, hogy nem volt. Egyen rezzenés sem látható. Kártyázik egyet a haverokkal. Hát ha el kell menni, akkor menjen inkább így az így ember. Van, nem? Én például simán el tudok képzelni egy ilyen estebédet a kórhelyben, ahol a Feri támaszkodik az asztalnál, mint jó góri. De mozdulatlanul. És egy laza, laza testnézet. De ne várj, akkor tudod, mi legyen, hogy tartsa már legalább az étlapot elé, aki odaül. Nem. Úgy képzelem, hogy jobb kezed, hogy a hüvelykujjad, meg a mutató ujjad, ugye összeír, és a szádhoz emeled, és jelzed, hogy ennél a tokánynál jobb, hogy még nem ettem. Egy rohadt nagy szivar legyen, akkor adjuk meg a módját. Ja, leszoktál, igen. Tudod, az, ami a két ujjal szépen. Nem, egy vastag elcigi, tudod. Rohadt nagy szivar, aki akarja, azt neked meggyújtja, aki akarja, szíves lukat folyamatosan. A másik égő kezemben szivar, égő szivar lenne a kezedben, baseball sapka napszerűen, mert ezért a tekintetet kicsit már üveges, egy jóféle boros pohár a másik kezedben. És így. És aki bemegy az étteremben, jó napot, főnök, és te ott állnál. És köszöntenéd, mint örökös tagként, köszöntenéd a belépőket. Aztán... És így lehetne vacsorázni. Én oda köszönnék neked, megnyugasztanám a cipőfűzsödet, megnyugasztanám a kallérodat, megnyújtanám a szívet. Jöjjt a smink egy kicsit már elmosódott, főnök. Ezt a lebbös levest az egészségedre. Bármi van oda, jönök nem sokára én is. Nem sokára találkozunk. Ez simán lehet tudom, de hát ez a mi álláspontunk. Lehet, hogy mondjuk az étteremnek a dolgozói a következő szituációban látnak Ferit, illetve nem szívesen, csak hát a tőle megszokott, vagy a Feri egy hatalmas blokkot tart a kezébe, és kérdő tekintettel néz rájuk, és közben üvöl. Vagy pedig, ha mondjuk a nébiesek jönnek be, hogy hátrál a fal felé, és ez a én. Semmi közöm ez az egészhez. Igen, egyébként ez tényleg érdekes, hogy ki hova menne az utolsó útján, hova vigyenek a barátok és az ismerősök, mit csináljanak veled? Te babzsákot egyensúlyozzál a fejedel. Te hétvégén vagy. Az milyen, meg várjál, de akkor ő fölfelé. Ilyen nem vagyok, tehát azért, mert egyszer elmentem pénteken egy iskolába, és babzsákkal egyensúlyoztam a fejemen, azért nem azt jelenti, hogy most egy babzsákkal a fejemen akarok áldogálni. Nézd, a hülye babzsákkal a fejemen áldogál. Legutóbb akkor láttam Balázs Boldognak, amikor egy babzsákot egyensúlyozott a fejében. Igen, a gyerek iskola választóján. Igen, akkor tegyünk babzsákot a fejére. Nem, én valószínűleg valami olyat kérnék a barátaimtól, amihez nem volt elég bátorságom, hogy kipróbáljam. Tehát valami, amit mondjuk nem mersz megcsinálni. Kevés ilyen dolog van, amit én nem próbáltam ki. És hogy azt még... Na és most a népi tánc, hogy a vérfertőzés legyen. Csinálj a vérfertőzésre szabad. Nem, mit tudom én, valaki mondjuk fél az ejtőernyőzéstől, vagy valaki egész életében szeretett volna lejönni egy hegyről, vagy bungee jumpingolni, de nem merte megtenni. Hát akkor vele tessék kiugrani, tessék berakni, valaki azt írja, hogy mit tudom én, egy rafting hajóba tegyék be, mert nem volt bátorság a raftingolni. Kössenek be egy rafting hajóba. Már, sok tűzi, kezdetben az előzési. Én majd raftingoltam, de imádom, de voltak olyan részek, ahol mondtam, hogy ez picit erős, ott mindenki borult. Ó, oké, Bali, ezen a részen nem mertél lemenni. Beszíjaznak, megkapom az ötözést. Felpeckelj két oldat a szát, hogy így rogjál. Hátulül két barát, és azt mondják, na Bali, most akkor ez kemény lesz. Ha borulunk, akkor próbálj meg kihúzni a csomagot.
Kezembe kapom az evezőt, a napszemet, és oktatás csapatjuk. Is. Mert először beülnétek egy két személyesbe, és ott lenne az oktató veled. És ha mutatom Balázs, mit kell csinálni, akkor, hogyha felfordulok, egy ilyen mozdulattal húzod vissza magad, és megfordulnátok, és ugyanúgy ülnél be. Amit én nagyon szeretnék kipróbálni, mert sose tanultam meg eléggé síelni ahhoz, amikor fölvisznek valahogy nagyon magasra, amit leraknak oda a helikopterre, mert nem megy felvonó, és elindul szűzhóba, ilyen brutális menekülsz a lavina ugratásokkal, menekülsz a lavina elől, és ha ügyes vagy, akkor hát ilyen 30-40 métereket zuhansz úgy, hogy a magasság nem majd, csak alattad ugye nincs talaj, és iszonyatos sebességgel jönnek le. Hát ez egy külön technika, a szűzhóba síelés, sose tudtam rendesen megtanulni. Valaki felcsatol egy ilyen páros lésre, ő rakja a kis napszemeget, és azt mondja, kapaszkodj, Bali, ez volt a kérésed, és lejön be. És a buli kedvéért kiabálják utána, hogy hey, király vagy! Jól tudod? De azt meg lenne egy kötél, amivel a kezét rángatta, hogy tudjon integetni. Jó, a buli! Néha, aki siel velem, az így meghúzta a kezét. Nézd, hogy élvezi, nézd, milyen bátor, hogy jön le azon az északi lejtőt. Érted? És valaki lesiel. És valaki lesiel. És ha életedben ezt nem tudtad megtenni, vagy erre nem voltál képes, akkor valaki lejön veled. Vagy kiugrik egy tvernyőből, ha valaki azt nem merte, vagy leugrik bungee jumpinggal, érted? Tehát valami olyat, amit féltél, vagy nem mertél, vagy a képességeid miatt nem volt rá lehetőséged, soha büdös életben nem fogok lejönni egy ilyen hegyről. Mert nem tud az ember annyira síelni. Ez jó lenne. És a két válladat én gömbcsuklósá tennék, egy ilyen, hogy hívják, és ilyen elektromotorokkal így mozgatnák, és lehetne látni, hogy a lököd magad előre. Nézd, milyen bátor! És még tolja is. Igen. Ha elesel, akkor megmondják, nézd, hogy tompít, nézd, milyen ügyes, nézd, hogy bukfencezik. És akkor valaki szépen elkap. Ugye, szóval, hogy ezen el lehet gondolkodni. Teniszezést, hogy elintéznénk neked, hogy Rozséval üss egyet, de csak egyet, valamilyen világversenyre bevinnénk. Rozsé menedzsmentje elég nehéz velük elintézni. Ahogy látom, hogy megírjátok a levelet, hogy... Kedves Rozsé, az van, hogy... Barátunk elhúgy, de... Igen. Minden álma volt, hogy veled játszon egy gémet. Bárhol vagy, oda visszük. Oda visszük. Egy mozdulatra képes, így a testből visszaütése, tehát az lenne a feladatod, hogy pontosan az ütőjére ad a tenyerese már nem a régi. Hát. És ott áll a velem szemben Roger, érted? Valahol, nem tudom, Brisbane-be kapnánk 5 percet, hogy játszunk vele. Sajtó, fotó, és nem mondjátok el, hogy én már nem élek. Ja, igen. Tehát, levelet írtok Rogernek, akkor nem mondjátok el, hogy én már nem élek. Az volt az álmom, hogy én egyszer vele játszak. Mondjuk Roger már nem aktív játékos, belemegy. És megérkezek, mint Börni a óbortos hétvégébe. Mozgálnál a pálya szélén. Ott állok a pálya szélén. Csak két ember kellene a pálya két oldalán, két zsinórral. Oda-vissza húzgálnánk. És derékban mozgathatóvá lenne téve, szintén egy gömbcsuklós segítségével, és akkor jobbra-bal lehetne húzni, a legfeljebb csak tenyeresekkel. Tenyeresekkel operálnál. És egy lapon állnál, amin vannak görgők. Egyébként én arra nagyon büszke vagyok, hogy amikor kiültem a gépszárnyára, azért az egy nagy dolog volt, hogy leküzdöttem a téviszonyomat, tehát milyen jó lenne, ha egy légitársaság örökös tagnak fogad, és a bal szárnyom. mint ha valaki ülne a szárnyom, ne törődjön vele, ő a légitársaság kabalány. És ott ülnék a bal szárnyom például, nem elképzelhetetlen? És két napot a lesöpörnék róla a madártollat, picit a havat így picit megakad benne, de ez az időnként. És ott ülnék a gép bal oldalán, de abszolút el tudom képzelni. Na drága hallgatók, írjátok meg, tessék. Ha ez a cég létezne Magyarországon, milyen, sajnálom, hogy egyébként nem létezik. Meg hogy egyáltalán ez itt nem annyira, hát hogy is mondjam, bevett szokás, akkor hát ti mit kérnétek ettől a cégtől? De mit csináljon veletek? Hova mennétek? Ugye? Hát ez érdekes. Hogy olyat próbál, azt csinálnád, amit mindig is csináltál, mert ő ugye azért pókerezik, aki a Ő mindig is pókerezett. Mi azt mondtuk, hogy vagy hát az... Hát ez rád van bízva. Hogy te például újat akarsz. Én mindenképpen találni, valami újat, amit nem tudtam megcsinálni. Amit még nem csináltam. Hiszen a szűzhóban lesik a... De nem. Egy GoPro-val a fejemben. Mindenki nem mondta, hogy nem jó. Nem mondta, hogy nem jó. Ahogy megszeretted, megszoktad. Azért képzeld már el, hogy mondjuk Gangsta Zoli besiklik a jégre, és siklik tovább. És a palánk megállítja.
De ő sokatékokizik. Persze, nem? Hát imádja, hát pont ezért. Érted, az egyik kedvenc tevékenysége. Egy csomó ilyen ismert ember van, akiről tudjuk, hogy nagyjából, hogy mi az, amit szeret. Igen. Na, nézzünk egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Tehát magatokról kell elképzelni, tehát ne úgy írjátok, hogy a haveromat elvinném, hanem ti hova vitetnétek saját magatokat. Jó? Azt mondja, hogy én a feleségemmel ugranék szívesen ejtőernyő nélkül. Már ha együtt történik meg a dolog, ez egy érdekes dolog, igen. Én a testem kivitetném a strandra fürdőruhában egy ernyővel a parton, mert addig nem mertem kimenni, mivel ducinak látom magam. De ez milyen jó, nem? Ez volt az utolsó kérdés, hogy a lelei szabad strandon még hagyd csak, hogy nagyon gátlásos volt. Egy óriás koktél a bal kezében, napszemüvegben. Igen, azt mondja, hogy nekem elég egyszerű kívánságom lenne, mivel hogy fociedzőként dolgozom, ami nagy szerelmem, az utolsó meccsen leülnék a kispadra. A baj maximum ezzel csak annyi, hogy egész meccs alatt folyton mozgásban vagyok a pad előtt, illetve kellene egy magyar hang az öltözőkben a taktikához. Tehát tényleg, például, ha te szeretsz foci meccsekre járni, akkor a nagy örökös rajongóknak lenne egy helyük, ahova leültetnék őket. Igen. Nem? Tehát lenne minden stadionban egy csomag bontott szotyival. Lenne egy olyan páholy részleg, ahol a nagy ősdrukkerek, ősfradisták, újpestesek ott ülhetnének. Igen. Kapnának egyik kezedben a szotya, másik kezed pedig a középsúlyát mutatja a pálya felé. Jó napot, Józsi bácsi! Józsi bácsi, látom, ma is ugyanaz a vélemény. Ma is ugyanaz a vélemény. Drága hallgatók, na hát írjátok meg nekünk, jó? Hogy hova vinnétek saját magatokat? Ez a kérdés. Kicsit morbid, de mi nagyon szeretjük, főleg ha ráklikkeltek és megnézitek a fotót, hogy az ember ott ül, egyszerűen nem tud tőle nem jobb kedved lenni. Szóval tényleg morbid, de ugyanakkor nagyon szórakoztató. Gyorsan egy pici közlekedés, M7-es 132-esnél a Kanizsa felé mérnek ez ebben a pillanatban jött, illetve 11. kerület Andor utca 23-as szám előtt rendőrbácsi könyökön a hátsó ülésen. Hát a könyökön a hátsó ülésen lehet, hogy őt oda már letették, ez volt a kérdés. valaki letette oda, igen. Mérnek az M1-es autópályán kifelé a 88-as kilométernél, és trafiznak az 1-es úton, még Győrön belül az ÖNFalk útnál, úgyhogy ott is vigyázzatok. Pontosan 8:30 van, várjuk az SMS-eket, jó, nyugodtan engedjétek szabadjára fantáziátokat, és írjátok meg nekünk, jó? Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Mi elképzeltük saját magunkat, hogy mi mit csinálnánk. Ugye Jánosról megállapítottuk, hogy egy benzinkúton állna, mint örökös tag. Hogy odalépsz a kasszához bal oldalon, közvetlenül a csokoládé és rágópult előtt, tartva a kis kártyáját, sok-sok kártya egy füzéren, mindenki jóvá írhatna neked még egy pontot, tisztelete jelévül. Feri a saját éttermében egy... Hát ugye több dolog is variáció volt, igen. Legyünk vendégbarátok, jó legyen ez. Igen, azért az. Igen. Ahogy hívják, ahol nem eszel, főleg ennyiért. Vendégmarát, ilyet csinálnál, éppen napszöngbe egy nagy kalappal a fejeden, támasztanál egy asztal, szivarka, egy borral, és aki beülne, az oda köszönne, hogy jó napot, főnök úr. Leülhetne esetleg mellém egy borral. Igen. Mi a mai menü? Mi a leves, kérdezni meg. Nekem alternatív, több minden lenne. Több minden lenne. A síelés tetszett a legjobban. Síelés, Rozsára, teniszezés, elvinnétek teniszezni valamilyen teniszpályára, vagy lesielnék egy valamilyen kis meredekebb lejtő. De az zseni lenne egyébként, amikor mutatnák a egytelve egy Grand Slam döntő, és már kiürült a nézőt, és senki nem csinálta, még mindig ott ülnél most vagyok az első sor. Ha nem adnak Grand Slam széket, akkor adjanak egy ATP 1000-est valahol, vagy egy 500-as. Én beülök bárhol. Az az én székem lenne. Ennyi. És ott ülnék. Ott ülnél, és lenne egy webkamera. Igen. És így mennének így, takarítanak, törölgetik így a székeket, végig söprögetnek, összenek hozzád, én téged is egy ilyen, hogy hívják, leporolgatnak egy ilyen kis kakastólas tolseprűvel, és aztán mennének tovább, és teljesen a részévé válnál a helynek. Igen. És ott tudnák, hogy én ott vagyok. Na nézzük, mit csinálnának saját magukkal a hallgatóink, mert hogy arra kértünk meneteket, hogy írjátok meg, hogy az utolsó út után, ugye, mi legyen veletek? Mit csináljanak a haverok, hova mennétek? Mivel nagyon szeretem a horrorfilmeket, a színészet is tetszik, szeretnék szerepelni egy horrorfilmen, írja valaki. Úsznék a nagy fehér cápával, végre mindenki boldog lesz. Nekem teljesül az utolsó kívánságom, az örökösöknek pedig ugye elég az odautat fizetni. Én a férjem ex-nejével szeretnék kávézni és sütizni egy kellemes meleg nyári délután. A férjem ex-nejével. Fényképeket is akarok az eseményről. Anyósommal egy vadvízi evezésen, ahol csak rajtam lenne védőfelszerelés. Puszi nektek, Évi. De ezt az anyósáról képzelte, vagy saját magáról? Ugye ez jó kérdés. Hogy kit vinne? Az anyósát vinni valószínűleg egy vadvízi evezésre. Én az utolsó kívánságom az lenne, hogy egy Rammstein koncerten tartsák meg a búcsúztatásomat. Melinda küldte nekünk Bécsből.
utolsó utáni kívánságként szeretnék részt venni egy morning show adáson, akkor tényleg én lehetnék a naphallgatója. Mondjuk az bírnám, itt tűnne valaki. Ez volt a kívánság, jönne a család. Füles a fején. Bali, Feri, Jani. Eddig a cserégetnék előtt a kávét, a Gábor, zabot. Gábor kívánsága ez volt, hogy beüljön veletek egy utolsó adásra. És itt ülne Gábor velünk. És itt van önünk, Gábor is. Köszönjük, Gábor! Annyira rögtem rajtatok, srácok, hogy tolatásnál sikerült meghúznom a főnököm kocsiját. Gondolom, a fizetésemelés most nem kéne felhozni. Jani küldte nekünk. Engem télen fél méteres hóba szikrázó napsütésben napozó ágyra, fürdőruhában, kisasztallal, napernyővel egy üveg viszkivel tegyenek ki, és mondják, hogy bírja a hideget. Gábor küldte nekünk. Nagyon szeretem a spagettit, írja egy másik hallgató. Már betegesem. Az igaz, hogy az ország egyik felét odaadnám egy tálért, szóval arra gondoltam, étterem 8-10 fő, mindenki előtt egy tányér spagetti, együtt esszük az utolsó adagot. Te nem eszed. Zsolti küldte nekünk. Hát te már nem eszel, de a család veled együtt eszi meg az utolsó spagetti. Na de várjál, hát persze nem eszi, de maga a pozitúra, amivel beállítják, simán lehetne, hogy benn van a szájában a spagetti, de csak az a másik vége ugye meg fel van tekerve a villának a végére. És igen, egy gomnyomásra még valahogy be is szigult, egy kis vákumot képzel a száj. Első osztályú paszta még. És a Feri állna vele szembe, és mindez a kórhelyben költ. És tényleg egy... Na, akkor kettőtöknek a kinézési én ugye halott vagyok már, van. Én várom. És akkor lehetne odahozni a halottakat egy utolsó spagettiemésre. Most belegondoltok, ha egy nébihesnek, egy apekjelölőnek, egy pincérnek, az étterem vezetőinek, meg egy vendégnek ugyanaz lenne a kívánsága, azt is összehozhatnak, hogy egyszerre 5 halott is legyen. Hát tök jó! Mekkora hullám? Le, Zseliver. Duna Deltában csónakba ülve egy 400 kilós vizát fárasztanék. Napszemcsi, szalmakalap, kockási. Azért az megvan, hogy rángatja. Szén a WC papírára. Egy idő után berám. De várj, hogy intézed el, hogy kapás legyen, ugye? Tehát ott valahogy valakinek el kell kezdeni kifogni a halat, és amikor rákap a hal, akkor kell átadni a kezébe. Fogd meg, Széna, most fogd meg! Hogy rángatja? Hogy küzd vele? Hogy rángatja? Nézzétek, mi jelen. Találni kell egy vízát, aminek ez volt az utolsó kívánsága, hogy Széna a vécépapírára is fárasztassa majd. Csak vízzel lehet, Mastercard, nem jó? Ne. Na jó. Jézus. Azt hiszem most. De az biztos, hogy limitált, hogyha több 100 kilós. Ja Istenem, utolsó utamon szeretnék egy kitámasztó kerekes kerékpárra kötözve a Tour de France egy hegyről legurulni a tömegbe. Ugye hát valaki Tour de France rajongó, és kandírta nekünk. Azt mondja, hogy úszóoktató lévén utoljára elmennék az úszodába, egy utolsó órára bemutatnám a gyerekeknek a lebegést. Ezt Spéci küldte nekünk. Volt rendőr vagyok, engem tegyenek ki trafipaxolni egy forgalmas útra. Nagyon jó. Milyen szép. Nekem az előbb egyiket, amikor olvastad be az egyik ilyen trafis SMS-t, akkor pont ez jutott az eszembe, hogy a hátsó ülésen rendőrbácsi könyököl. Nem biztos, hogy rendőrbácsot könyökös dolgozik. Lehet, hogy utolsó kívánság. Betették oda. De a trafi attól miért ne? Attól még miért ez dolgozik. Igen. Azt mondja, hogy hosszú katinkával nyomna valaki egy pillangót. István egészen pontosan. Ha meghalsz, Bali, leforgatunk veled egy utolsó Balázsót, ami úgy néz neki, mint egy bábú, akit madzaggal irányítanak téged a háttérből, és a régi felvételekből vágnánk rá hangot. Az milyen jó lenne. Mi volt ez? A hobortos hétvége volt ez a film, ugye? A Bernie-ről nem derülhet ki, hogy Bernie már nem él. Óriás klasszikus. Ugye? Nagyon nagy film. És Bernie-t viszik mindenhol. Igen, viszik mindenhol, és általában úgy van, hogy két oldalról közre fogják, mozgatják a karriert, az egész egy hihetetlen blöd film, de nagyon szórakoztató. Igen. Azt mondja, hogy én csak egyszerűen horgásznék, tegyetek le ott, nekem jó lenne, türelmesen várnám a kapást. Sosem mertem rúttáncolni, Marci küldte nekünk, ezt is szívesen kívül. Engem exhumáljatok, hogy ott leesek az M85-ös átadásán, írta nekünk K. Az Ebro folyón szeretnék egy rekord harcsát fárasztani. No. Tehát azért itt vannak megszállott. Vannak megszállott tetszások, így van. De egyébként tényleg mi van a mesztelen lovaglással? Én azért azt is simán el tudom akkor képzelni. Akkor már úgyis mindegy. Hát az, vagy azt egy időbe kellene, nem? Hárman? Hármunknak? Nem. Azért az nem garantált. Nem, csak nekem. Eleresztenénk valahol a bőrzsönybe. Fölkötözni alulról. És a felénél már így lefordulva. Úgy lenne, hogy mire megérkeznék, már itt csak a lábam lenne beakadva a kengyel. Nézzétek, milyen ügyes. Két lábát a lónak a hasalat össze gumipókoznak, hogy fogja. És ötöt fogná egyébként a gyeplőt, azt is mondjuk rá
órásig szalagoznánk, és egy mosolygó arccal mesztelenül, és így látnak, így ilyen napokon, heteken keresztül látnak, így ott felcsűnnem, mint a fej nélküli lovas abban a régi orosz kalandfilmben. Milyen, mennyire meg tudnám őrizni a méltóságomat, nem? Nézzétek, hogy szeretem. Ott van a lovas, ott van a mesztelen lovas. Csapjatok a seggére, csapjatok a seggére. Egy bumerángot meghallgatnék felvételről, életemben sose volt elég bátorságom hozzá. Hát ahhoz kellett is. Azt mondja, hogy mit írnak még a hallgatók? Raliba, rali autóba ülnék be navigátornak, írja nekünk Zsolt. Vagy bázisugranék, azt is nagyon szívesen kipróbálnál. Egyébként tényleg egy jó bázisugrás. Na az. Ugye? Nem nyílt, hát na is. Igen. Ez is érdekes lehet, igen. Azt mondja, hogy egy F1-es autóba ültetné valaki saját magát, illetve hullámvasútra első sorra. De jó, de az F1-es autó... Ott kivezet? Uh-huh. Igen. És valaki elküldte nekünk a legjobbat, igen. Reggeliznék. Aha, ja, reggeliznék. Ő a kedvencünk, reggelizne, igen. Hát a Forma 1-es autóban vannak ezek, igen, a dupla ülések, tudod, amikor elülünk. Úgy, igen, mert egyébként meg most mi lenne, hogy tudjuk. A 12-es kicsit beragadt a rajtnál. Mondj, nem megy az egyes, nem megy, nem veszi. Nem mondd, hogy nem jó, hogy el lehet négytézni, hogy beülhessél. Elrajtolnám a mezőny, addig téged letolnának. De megtette, ott ült egy ott volt. Ott volt. Siker. Úristen, de morbid. De nagyon, én nagyon szeretem ezt a témát. Na jól van. Köszönjük szépen az SMS-eket. Van, aki Metallica koncertre menne egyébként, még az is nagyon képzeld jó. Képzeld az első sorba, ott ördög villáz. Igen. Valaki pedig azt írja, hogy nudista strandra soha nem mert kimenni, ezért most az utolsó útja oda vezesse. Vigyék ki egy nudista strandra, ami már nem zavar. Jó, de ott is egy természetes pozitúrát. Tehát, hogy nem az, hogy mit tudom én, lent sütkérezik a napon, vagy ilyesmi, hanem áll a lángososnál. Sorban többiekkel. Egyébként megkerülik a bácsi. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nektek olyan volt kiskorotokban, hogy nagyon féltetek a szobátokban. Igen, és nem volt szobám. Ja, akkor nagyon féltél a más szobájában. A közös szobában. A konyhában, a kredenc mellett aludtál. Nagyon féltem együtt, amik a négyen aludtunk egyet. És az volt a játék, hogy bebújsz a paplan alá, és azt gondoltad, hogy ha bent vagy a paplan alatt, akkor a rossz emberek, a rossz bácsik, a gonosz nem lát, és már izzadtál. Nem lát, de nem mertél, nem lát a pa. Izzadtál, és nem mertél kijönni. Igen. Nagyon meleged volt, nagyon féltél, de azt gondoltad, hogy ha rajtad van a paplan, akkor biztos megvéd. Nem megvéd. Lát. Mennyire reális, paplan az megvéd. Folyt rólad a víz, annyira meleged volt, de nem merted kidugni az ujjacskádat, mert azt hitted, akkor meglát. Néha kicsi levegőt beengedtél, annak örültél, majd visszabújtál a paplan alá, de annyira féltél, hogy nem mertél kijönni, és már nagyon izzadtál. És azt gondoltad, megvéd a paplan. Ott kell bent lenni. Soha nem volt nektek ilyen? Nekem nem volt paplan. Se jó, persze, se ágyak, se paplanot hagyjad már. Hagyjuk már ezt a puszta szociodrámát. Tényleg, miért nyomod ezt a szociodrámát? Anyám nagyka bátyja volt. Nem volt ilyen, soha. Feküdtetek a paplan alatt, és azt gondoltátok, hogy úristen, ha kijövök, meglát a szörny, a rossz ember, és elvisz. Ezért inkább egy éjszakát lapultatok izzadva a paplan alatt? Nem csináltatok ilyet? Soha? Nem, nekünk nyugodt gyerekkorunk volt, aludtunk. A szörny elvisz. Igen, elvisz a szörny, és ezért én mindig bemásztam a paplan alá, és azt gondoltam, hogy a paplan alatt biztonságos. Megvéd. Nem mászhatok ki a paplan alól. Ha kimászom, meglát. Csak rettenetesen melegen volt. Soha? De. Nem? Én az ágyműtartóba bújtam el rendszeresen. Ugye? De mi apád elő maximum, nem verjen meg az öreg. Ugye, hogy tényleg. És azt gondoltad, hogy ha oda bebújsz, ott nem lát meg a valami. Gyerekek tökre szeretnek így elbújni. De nem tudtad, hogy mi elől, csak minden elől, ami bánthat. De nem volt egy konkrét ember, tehát nem járt be hozzád, nem tudom, a szomszéd vagy valaki. Volt csak egy Sanyi nevű osztálytársam, attól én rendszeresen elbújtam. Igen? Tehát én féltem tőle. Mi ott aludt nálatok? Vagy egyetlen gyerek volt. Éjszaka féltél? Tehát, hogy féltél, hogy a Sanyi bejön? Feri, hogy írtál egy kiegyenesedet, és kitágultak a bukba. Kérdés jó, tehát éjszaka elbújtál. Volt egy Sanyi? Nem, nekem nem volt Sanyi, de hogy a Sanyi veletek lakott? Én nem, de én féltem tőle. Volt olyan egyszer, hogy szereztem egy ilyen famentes, jelzem, tehát famentes papír, egy famentes papírt, Sanyi megvert nyílt utcán, és elvette tőlem a papírt.
És ezért éjszaka te bemásztál az ágyi műtartóba. Igen, nem éjszaka. Nappal. Mert le lehet csukni, tehát igazából teljesen mindegy volt a napszak, tehát bent sötét volt. Hazamentél, és azt mondtad, szia apuci, most elbújok Sanyi elől az ágynemű tartóba. Aha. Ha jön, akkor tagad le, hogy igen, itthon vagyok. Menj csak, én kimegyek gyomlálni. Bújj csak be nyugodtan. Persze, bújj csak el addig. Bújj csak be nyugodtan. Addig én rendben rakom a kerti budit. Hát mindenkinek más volt a mumusa. Mindenkinek más volt a mumusa, de mindenkinek volt, és már jött az éjszaka, és azt nézted, hogy a szüleid leoltják-e a lámpát. És addig nyugodt voltál, amíg a szüleidnél égett a lámpa. De amikor a szülők leoltották a lámpát, hirtelen csönd szállta meg az ingatlant, a bérleményt, sötét lett, és elkezdtél félni. És ezért mindenki csinált valamit. Bebújt az ágy alá, bebújt a paplan alá, izzadva, és azt gondolta, hogy amíg nem jön elő, nem lehet baja. Nálunk ugye nem volt lámpa, amikor elfújt apám a zsarátnokot. Ja, persze, nyilván, igen. És nyolcan aludtatok 6 négyzetméterre, igen, 6 fagyennel. Na, figyeljetek, akkor jó, nekem egy volt a Sanyi. A Sanyi, de rajta kívül volt azért egyébként egy szörny, akitől nagyon féltem, de akkor tényleg nézzük, hogy kinek mi volt a mumusa. Nekem a mumus. Legnagyobb mumusom az Alpha Hold bázisból volt. Alpha Hold bázis című sorozatból. Nem, most tévétek volt, hagyjál már. Nem, ezt a nem. Ez a, hogy hívják, a főbérlőnek az ablakán keresztül néztem be, igen. És ott láttam, hogy tévére csertit morzsolgatva, igen, amit hozzád vágott, de te elkaptad, van, annyira nem, is voltál. Nem, amit összemarakadtunk a kutyával. Na jó, hagyjuk. Tehát, hogy az Alpha Hold bázisban volt egy olyan rész, amikor megjelent ez a szörny, ilyen hülyetetlen a csápjai volt, középen világított, és akkor amikor a hatás alá kerültek a holdbázison dolgozó asztronauták, vagy űrhajósok, ami majdnem ugyanaz, akkor így elindultak a fény felé, akkor ő bekapt őket, és aztán kidobt őket így megsütve, ilyen szénné égve. Csak egyiket a másikot, és mindig, mint egy ilyen beszipantott őket, aztán kiköptek. És ez megmarad. Na, volt az Alpha Holdbázisban. Igen. Te az állatos pirítós készítőt. Nem volt nekünk pirítósunk. Ja, tényleg, igen, lett volna. De hogy én ettől rettegtem, na, és például ő volt egy ilyen szörny, akitől én álmomba is, meg tényleg ilyen hajnalba felriadtam, és stb. És akkor bújtam az ágynemű tartóba, vagy a takaró alá. És mindig jött az éjszaka, és te tudtad, hogy félni fogsz. Előbb-utóbb leoltják a villanyt. Igen, hogy előbb-utóbb leoltják a lámpát, és ahogy leoltották a lámpát, az olyan volt, mintha azok a hangok, amik egyébként is vannak a lakásban, azok hirtelen akkor ott felerősödnének. És minden kicsi parketta roppanás, radiátorban elindul a víz. Hát a döngölt földpadban az nem ropog. Igen. Jó, de mivel szalmával csak föl volt szorva, az meg ugye zörgött. Igen, akkor mondom nektek. Akkor zsizsegni kezdett. Kakas kukorékolás, szamárbőgés, tehén muhogás, nem tudom mit sem. Ne csináld meg! Tehát minden hirtelen felerősödött, és ott voltál te. Hát ott volt az ágy alól. Ott voltam én kicsi Bali, és ott voltak az erős hangok, erős zajok, és mindenről azt gondoltad, hogy most valaki eljött, érted. Szörnyű. A gyermekkor egyébként az a szörnyű, tiszta nem? Trauma. Tiszta, te egyébként tele van traumában. Mindettől mindig rettegsz. Elképesztő. Szia, Jani, bocs, Sanyi. Ennyi év után most már ne kérjél elnézést. Igen. Én régen az Uborka nevű műsort aludtam, mert nagyon... Uborka. Igen, Uborka. Ez egy ilyen, azt hiszem, nagyon régi volt, egy ilyen politikai, ilyen szatirikus, ezer éves műsor, és ilyen arcokat. Nem az volt, amikor ilyen arcokat mozgattak ilyen kezekkel? Igen, ilyen maszkok voltak benne mindenkinek. És Tordján Józseftől kezdve ilyen nagy klasszikusok. Igen. Neked mi volt, Feri, a pajtában? Magadra húztad a szalmaágyat, vagy a szalmahálózsákot? A pálinkás kenyér volt az altató, és akkor onnantól kezdetlen nem féltem. Soha nem féltél semmitől. Féltem volna. Hát gyerekként mindentől félsz. Én tudtam, hogy jön a vihar. Az asszálytól, vagy... Nálunk nem volt a szája. Elveri a jég a búzát. Na, attól féltem, de akkor az még nem jutott eszembe. Tudtad, hogy jön a vihar. Igen. És feküdtél az ágyadon, én nagyon féltem a vihartól, feküdtél az ágyadon, és azt hallgattad, hogy mikor jön a vihar, vagy megy. És tudtad, hogy előbb-utóbb olyat fog dörögni, hogy összepisiled kakilod magad. De nem tudtál rá felkészülni. Mondjuk már bocs, de tehát egy ez a részhez nekünk így nem. Tehát én soha nem kakáltam össze magamat, csak azért, mert dörög az ég. Én se kakiltam, mert csak tudtad, hogy jön a vihar. Érezted, hogy jön a vihar, hallottad, hogy morajlik. Már elkezdtél nagyon félni. Egyre hangosabb volt, igen. De annyira elfáradtál a várakozástól, hogy kicsit belealudtál. És pont amikor belealudtál, akkor ért a fejed fölé, és akkor szólt akkorát, hogy és konkrétan majdnem sírra fakadtál, és akkor értél meg a legjobban. Fél óráig vártad, hogy felkészülj a dörgése, elfáradsz, elalszol, és akkor dörög. Nem volt ilyen nektek?
Hát nekem volt szépen, egy... csak majd befostam, de hogy itt nem volt ez a fajta fokozatosság, meg hogy majdnem, és akkor már igen, akkor picit beleszenderedtél, és akkor... Tehát ez minden viharnál ez megtörtént. Várod, nagyon izgulsz. Nagyon fura forgatókönyveket éltél. Elfáradsz, belealszol, jön a dörgés. Nekem egy trauma volt a gyerek. Beteg vagy. De, és most őszintén tényleg, Felin, kellett, hogy legyen valami, amit nem volt, vagy féltél? Befúrtuk magunkat, nincs. A szénak az abban jött a vihar. De komolyan nem volt ilyen, hogy ott feküdtél a csacsi lábai között. Megavasodik a szalonna, attól féltünk. Rugott egyet, megrugott, felüvöltöttél, és beverted a fejed egy teflonba. És nagyon féltél, hogy mégis csődör. Azt mondta, nyugodj meg, Felik, a kanca mellé tesszük. Igen, nem sárlik, nem bán, nem csinál semmit. Csak valamitől féltél. Soha semmitől nem féltél. Kiderül, hogy a TS-ben, hogy apád lopja a gázolajat, vagy azt valami. Más, és... de azt már mindenki lopta. De mondjuk ez is igaz, igen. Volt egy-két aduász a kezében. Azt írja, hogy Feri attól félt, hogy ne legyen elsózva a sonka. Így van. Mondjuk contest, ne legyen avas a szalonna, attól tudták. De a gyerek alapeleme a szorongás és a félelem. Hát minden gyereknek megvannak a mumusai, minden gyereknek megvan egy rossz pillanatban elkapott felnőtteknek kitalált sorozatból, filmből való egy három kocka, amit látsz és beleivódik az agyadba. Nem volt tévénk. Akkor egy régi fotó, régi családi fotó, egy elsárult régi családi fotó, hogy igen, ahogy mit tudom, furán néz valaki a hátulról be, akkor a többiek vállal fölött. Rányítottál a kaptárban Józsi bácsira. A kaptárban? Ahogy... lehetett, ha még ajtó is volt rajta. Nagyon messzel. Egy a méz biznisz az. Oszkvágy, itt van valami! És akkor egy 5 méteres méz. Igen. Ott van a kaptárban Józsi bácsi. Jó, akkor mi volt? Jó, akkor rányítottál a jászolban a Józsi bácsira, hogy az aratás. Akkor mondtuk, hogy sok sikert Józsi bátyám, becsuktad az ajtót. Nem. Józsi bátyám, a kaptárban már részem. Kicsit van? Kicsit összecsíptek. Itt van a jászolban, mit csinál? Kicsit összecsíptek. Azt már tudtad, hogy mit csinál. Kicsit összecsíptek a darazsak Józsi bátyám, a kaptárban kerestem. Hát most csak, hogy jöttem le az istenbe. És... jászol? Nem játszok én, nem. Van telik belum. Én játszalik. És láttad, hogy az aratás szünetében bocsánatot kér, mint a Kati nénitől. És ez megmarad benned, ez a látvány, hogy rakott szoknyáját a fejére húzva, Józsi bácsi egy vizes törölközővel és egy sonkával a nyakával. Kati néni. De mi nem féltünk ettől, mert ezt tudtuk, semmi, hogy ez a természetnek az igénye. Kati néni, várj! Nem beszéltünk így, de jó! Nem mondta, hogy nem volt ilyen. Nagyon jó, de mondta, hogy Kati néni nem tudott beszélni, hogy be volt szorítva. Ja, igen. Szén a fogjába be volt dugva a fejem. Nem állnak. Be volt fogva a satúba a fejem. Vagy az. Tehát semmi? Én nekem nagyon-nagyon sok ilyen volt, amitől annyira szorongtam mindig, és egyszerűen nem tudtam elaludni. Rettenetes volt ez. Mindig benéztél az ágy alá a gyermekkorodban. Nem volt ez nálad egy ilyen rituális? Nem volt lába az ágyban. Nem, a döngölpadló alá nem tudtál már benézni. Igen, alástam. A földpadló hideg volt, és döngölt, az alá már nem lehet benézni. Tehát nálam rituálé volt. Bementem a szobába, lefeküdtem, leoltottam a lámpát, feloltottam, benéztem az ágy alá. Lefeküdtem megint, úgy éreztem, hogy valami szív az ágyból. Megint benéztem, hogy alulról szív az ágyból. Úgy éreztem, hogy valami fordult. Hogy valami alulról szív. És akkor megnéztem, hogy mi szív alulról. Ez nem a te ágya. És ott volt apám, és azt mondta, anyád, előbújta, mert ez nem a te szobád. Menjél be a szobád. Puska, mi csinál itt? Tudhatta volna, túllaposak voltak a mellei. Ezt nem mond el senkinek. Szívlak, Baráska, de ezt nem mond el senkinek. Tudd meg, ez nem a szörny, ez nem a szörny. És mindig attól féltem, hogy valaki elvisz, hogy valaki bejön, pedig azt mondták, hogy elvisz, jó, elvisz, szeretni kell. Na, jó.
hogy elvisz a király. Én féltem, hogy valaki ja. elvisz, apám meg mindig mondta, hogy elvisz a király, igen. Elvisz, elvisz, de hova? Elvisz Áron. Hát gondold, de apám a kezére tetováltat, vagy a karjára, hogy elvisz. Én meg persze gondolt, hogy bebásztam a papan alá, hogy ne vigyen el. Igen, rettegtem a bal kezétől, rá volt írva, hogy elvisz. Elvisz a bal kezed, de vajon a puskát, ne vigyen el. Nézd meg, fiam, mit tetováltattam a karomra. Elvisz. Hova visz, apuskám, hova visz? Na, szóval semmi. Hát jó, drága hallgatók, akkor írjátok meg ti. Jó? Mi volt? Ki volt a mumus? Mi volt a mumus? Mit csinált? Kivéve Ferit, aki tényleg... Tehát ő nem kizökkentetlen nyugalomban igen. éltem az életem, hát most nem tehetek róla, hogy egy tök normális családom volt hát, a birkák. Meg két napot mindig hallott, hogy itt a mumus, mumus. Itt a mumus, ja, mumus. Feri, kép, ne mondd el senkinek, most egy kicsit rátelepedek, ha érzel valamit, csak így vagyok. Hát én megint itt Nem, oszik a Ferike. Nem kapom minket rajta, mint a múltkora kaptárba. Kaptárba. Ez is trauma. Hát ez is egyfajta trauma. Komolyan mondom. Mindenkinek van ilyen. Mostanában nem néztek be az ágy alá? Felnőtt korban ez már nincs. Nekem sincs. Ja. Ákos, neked volt ilyen gyerekkori traumád? Bármi? Volt, igen, ez az ágy alól valaki elkapja a lábam, ezért be kellett ugrani. messziről beugrottál? Gyakorlatilag messziről beugrottam. Hogy ne nyúljon ki a kéz? Igen. Szerintem nekem ilyen is volt, el is emlékszem. Általában akkor, hogyha sötét volt értelemszerűen, tehát ez az nyilván kellett hozzá, de ez az egy volt, meg néha benéztem a szekrénybe, teljesen érthetetlen okóból jól. És láttad apádat, hogy egy nyakkendő egy kicsit. Apa, jaj, mit csinált? Segítek, apád felakad be egy nyakkendő. Bal kezébe egy zsebkendővel, a jobb kezébe pedig egy tinotöknek. Ákoska, csukba azt a rohadt szekrény ajtót, mert elveszem a matchboxaidat. Na, drága hallgató. Neked mi volt apádnak a karriert, te tovább? Volt valami? Nem volt ilyen? Elvisz. Nem, neki az volt, hogy Kati és a kerekperc. Drága hallgatók, írjátok meg, jó? Mitől féltetek? Ki volt a mumus? Mi volt a mumus? Mivel ijeszgettek benneteket? Mi volt az, amire most felnőtt fejjel is úgy emlékszik az ember tényleg, mintha tegnap történt volna? Hogy próbáltatok leküzdeni? Mi volt a csel? Mi volt a rituálé, amikor elmentetek aludni? Mit kellett megcsinálni, hogy ne jöjjön az a bizonyos mumus? A szörny, hova kellett benézni? Hogy védekeztetek ellene? Akár úgy, hogy bebújtatok a paplan alá, vagy benéztetek az ágy alá? Kivéve Ferit, gyerekek, 5 millió 499 000 gyereknek volt ilyen. Megírjátok, hogy mi volt tetovább az apátoknak a karjára. Az ennyire az volt, hogy jó szerencsét, azt hittem azért, mert rendszeresen lottozik, de aztán kiderült, hogy bányában dolgozik fiatal korán. Tényleg. Gondoltak, milyen nagy szerencsejáték zsonglőr az öreg. 3:48 lesz pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, mielőtt az SMS-ekkel folytatnánk gyorsan. Egy pici közlekedés, az M1-esen Hegyeshalom felé teherautó az árokban a 121-es kilométernél. Andor utca, Pajkos utca, Eger út vége, rendőrautóból trafi az M1 felüljövőket mérik, Barack küldte nekünk, valamint a 108-es kilométernél Győr felé szintén trafi az M1-esen. 26-os főút Miskolc felé Sajókeresztúr előtt nagy baleset, hosszú már a sor, vigyázzon mindenki, valamint a Kerepesi út Hungária kereszteződésében állok és már működik a lámpa. Tehát megoldották, köszönjük szépen. Debrecen Hajdúszoboszló között trafi rendőrautóból mérnek, Zoli, Bratyó és Kozmix üzente nekünk, és Kisvárdánál a 4-esen van egy trafi, a 316-os kilométernél Skoda 445 küldte nekünk. Mi pedig arról beszélgettünk, én már nem is tudom egyébként, hogy jutottunk oda, hogy mitől félt az ember gyermekkorában, kivéve Ferit, tehát mi olyan félelem volt, amire érdekes módon az ember úgy emlékszik, mint a tegnap lett volna, amikor ugye egyedül maradtál a sötét szobában, és jöttek a saját démonaid, a félelmeid, vagy láttál valami olyat, amit nem kellett volna, vagy megijesztettek valamivel idősebb társaid, vagy esetleg a szüleid, vagy csak egyszerűen kinéztél valamit magadnak a szobában, és azt gondoltad, hogy ő a mumus, ő fog téged elvinni. Hát számos hallgatónk küzdött azért hasonló élményekkel és dolgokkal, mert hogy hát a legtöbb gyerek azért ezen átmegy, ugye? Kivéve, hát ugye, hát jó, hát is, kivéve aki nyugodt. És aki nyugodt, egy dolog aki volt alszik. Egyébként most, hogy így elkezdted ezt ütni, a pottyantós budi.
hátul. Az egyébként? Hát ott, hogy rákucorodsz, érted? Bármi van, bármilyen évszak. És... De hát ebbe születtél, úgyhogy hát hozzászoktál. Nem budiba szült anyám. Nem. Ott kórházba mentünk. Bármi. De mire gondolok, hogy ebbe születtél, hanem, hogy beleszülettél a kész helyzetbe. Tehát mire... De azt akkor se tudtad földolgozni, hogy alattad az űr. Ínye pislog, oda nézd pislog. Ez a csülök. Kiszaladt. Bocsánatos, Budi, tudom. Igen, hát, aztán ott ülsz a nagy űr fölött, és nem úgy van, mint most a fajansz. Na, az ott ijeszte. Én is. Ott az kemény volt. Azt tud ijesztő lenni, amikor nem tudod, mi van alul, és mit támad, igen. Na nézzük az SMS-eket, mit érnek hallgatóink. Hello, srácok, rám a 80-as évek szupersvéd szorozata, az örvény hozta a frászt a síró babákkal, a fehér ruhás kertben hajnalban integető nővel. Ettől nagyon féltem. Barna, sötétítő függöny, írja egy másik hallgató. Minden este azt flasheltem, hogy áll mögötte valaki. Csak úgy menekülhettem meg, ha egy centim se lógott ki a takaró alól. Izzasztó volt. Hát pont erről beszéltünk. Uh-huh. Erről beszéltünk, amikor annyira félsz, hogy nem mersz kijönni a takaró alól. És azt hiszed, a papla megvéd. De közben rettenetesen meleged van. De még mindig jobb, mint kijönni. Én a gyermekek... A gyermekemnek, ha nem viselkedte jól, azt mondtam, hogy kiveszem belőle az elemet, 3 évesen elemtöltőt kért karácsonyra. Kiskoromban a fürdőben lévő egyik díszcsempétől féltem. Sosem néztem rá, mert úgy nézett ki, mint egy sátán. Később lebontottuk azt a fürdőt, és pár éve megláttam azt a csempét, akkor jöttem rá, hogy csak ibolyák vannak rajta. Mennyire jellemző a gyerekekre, nem? Balatonán nyaraltunk éjszaka, szüleink már aludtak, én a hugommal a Frankensteint néztem a szállás melletti kocsmában, 6 és 8 évesek voltunk. Azóta sem néztem meg egy Frankenstein filmet sem, pedig szeretem a horrorfilmeket. 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Az ágyam fölött 2 hatalmas üvegpolc volt a játékaimmal, mindig attól rettegtem, hogy rám szakad, az ágyammal szemben pedig egy lila plüsmaci bámult piros szemekkel. Visszatérő álmom volt, hogy szárnyai nőnek és egy késsel lemészárolja a falut. Erre ébredtem fel, és ott nézett a maci velem szembe. 8 éves lehettem, írja Alex. Na, én tipikusan erre gondolok, amikor démonizálsz valamit, és azt gondolod, hogy belőle előbb-utóbb előbújik. De látod, hogy ő is falun élt, aha, és mégis félt valamitől. De neki volt plüsmacia, tudod? Igen. De te nem féltél mondjuk a csúhé babától, vagy valami? Igen, a babzsáktól. De nem, mert az megfogható volt, azt tudtuk, igen, hogy az miből van ér, de a plüsmaci az földolgozhatatlan. Nem igaz, hogy egyszer sem riadtál föl, hogy elfogy a befőtt, vagy valami. Tehát, hogy nincs az ilyen. Az én anyám gondos volt. Hogy annyit ettél álmodba, hogy már csak egy fél kolbász lóg a nyakadba, hogy nem, mert ugye mindig egybe tették, hogy tudja nyugodtan aludni. Fél kolbász nem marad meg. Egyszer 2 órát izzadtam a takaró alatt gyerekként, mikor fura hangok jöttek a másik szobából. 2 óra kellett, amíg rájöttem, hogy csak anyu horkol. Én ezeket abszolút átérzem. Bubának hívtam, és a negró zacskón a kémény söpörte. Na, ezt mondjuk. Nagyon féltem tőle. Nagyapám ijeszgetett fel, ha rossz leszek, akkor szól neki, és elvisz. A mai napig utálom a negrót, Istánka. Teljesen megvan, hogy ez a klasszikus figura, egy kémény söprő, de hát biztos nem volt olyan, hogy a közébe felsikoltat, amikor meglátta a frutti zacskó mellett. Igen, nagyon jó. 5. megnéztem a bolygó neve halált, az egyik barátnőmmel. Ja, hát. 2 hétig nem aludtam. Azt néztem, hogy megmozdulnak-e az árnyékok. Hát gyerekként a bolygó neve halál, hát attól véged van. Ha gyerekként láttad, akkor véged van, igen. Hónapokig volt az első miatt rémálom, vagy rémálmaim. A mai napig attól félek, hogyha sötétben kinézek az ablakon, szembenéz velem valaki. Andi küldte nekünk. Én is féltem kiskoromban, az ajtóval szembe kellett feküdnöm, hogy mindig rálássak, még ma is megijedek a saját sötét színű törölközömtől a fürdőszobában, ha csak a szemem sarkából látom. Elég rossz, Gyuri küldte nekünk. Hány éves, hogy Gyuri? Mennyi félelem? Nekem juhász előtt volt a mumus. Féltem egyszer rám néz, de nem tudott. Szemét! De rohadt szemét. Igen. Én az alacsonyan repülő helikopterektől és repülőktől féltem nagyon. Láttam a Rambót, és valószínűleg amiatt éjjel meg az Alien volt a mumus. Tudtam, és éreztem, hogy az ágyam alatt van. Tom küldte nekünk. A Twin Peaks zenétől borzongok a mai napig, ha meghallom. Hát attól szerintem generációk nem fognak aludni. Annyira beteg volt. Igen. Ti láttátok a Hegy gyomrában című sorozatot? Gyermekkoromban attól féltem, hogy eljönnek értem a földön kívüliek azzal a halottas kocsival. Gábor üzente neki. Azt mondja, Jani, én is pont ettől a sütő, mi ez, szörntől féltem, de már nem emlékeztem, miben láttam. 77-es vagyok, az. Köszi. Sütőszörny, ez mi? Az, amit én is. Igen, az alfa holdbázis van. Igen. Az ölt szemű szörnyekinek fluoreszkált a szemeit. Igen, közben is mindenféle, hogy csápjai voltak, berántott, és aztán megsütve köpött ki.
Igen. Az ágyam a szobaajtó mögött volt, ahol a csillár dupla kapcsolója volt a falon, és a régi építésű magas belmagasságú lakásokban a régi villanykapcsolók a sötétben kicsit fluoreszkáltak. Ő azt hitte, hogy az Alfa Holdbázisból jött, érte az ember. Ma is átélem azt az érzést, ha rágondolok. Pedig nem 10 éves, hanem 50 éves vagyok. Ugye, hogy ez mennyire megragad? Elképesztő. Gyermekkoromban apám UFO-s könyvét nézegettem, utána annyira féltem a sötétben, hogy mindig villanykapcsolótól villanykapcsolóig sprinteltem, hogy mindenhol legyen fény. Az megvan, tényleg. Az megvan. Gyerekként, na hát, ez nekem a lámpát a szobába. Teljesen kieső, de tényleg így volt. Tudod, hogy el akarsz ütni a fürdőszobába? Le kell oltanod a lámpát viszont a szobába, leoltod, és a sötétben oda vizionálod a következő villanykapcsolót, és rohansz a sötétben. És gyorsan felkapcsolod. Így mész szobáról szobára. Aj, de jó volt. Ah. X-akták zenéje félelmetes volt, régen még ma is magamra húzom, ilyettemben a férjem, írja valaki. Reggel ment a kölyök klub, vagy előtte, sülekszerű élőlények voltak, pulikutyaszerű kinézettel. És Jónás Ritától rettegt. Valami sorozat volt, a nevére már nem emlékszem, azóta is rémálmaim vannak, derítsétek ki kérlek, a címét Zoli 31 küldte nekünk. Nem a gyermekkoromban, mai napig a takaró alá bújok, sőt a kislábújam nem lógatom le az ágyról, nehogy valaki elkapja, 26 Jézus. Éves leszek. Hát, szakembert azért itt keresnék. 26 évesen. Feri, a gyermeki lélek bonyolult. A gyermeki lélek... De ez nem gyermeki, 26 éves, és nem mer lelépni az ágyáról, mert fél, hogy a szörny berántja az ágy évesen, alá. 26 évesen az már lehet, hogy, hát picit, az már lehet, hogy picit erős, igen. Igen. Én mindig attól féltem, hogyha kinézek az ablakon, egy kócos, ijesztő yeti néz vissza. Andor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hát igen. Sokakat megérintett azért. Sokakat tényleg megérintett ez a téma. Ember. Tessék? Tényleg rengeteg ember van, akinek ilyen problémája van. Csak nálunk vidéken volt ilyen nyugodt az élet? Nem, mert te is emlékszel, hogy egyszer leesett a lánc a biciklitről, és akkor ennyire kikészül. Igen, teljesen, hogy mi lesz velem éjszaka, nem tudok aludni. Igen. Na jó, már köszönjük az SMS-eket. Helyesek. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A police.hu összeszedte azokat a különböző hatékony megoldásokat, amivel állítólag távol lehet tartani a betörőt. Szemezgessünk, és nézzük meg, hogy hallgatóink mivel védekeznek. Ugyanis azt mondják, hogy nekik van tapasztalatuk ezen a téren, és bizony össze tudják szedni azokat, amivel ha azokat használjuk, amiket ők mondanak, akkor nem jön a betörő. Aha. Nem jön a betörő. És kérdés, hogy ez valóban működik-e, elijesztheti azt, aki be akar törni az otthonunkba, vagy ha valaki jön, és kinézte a lakásodat, akkor semmi nem állítja meg. Mert hogy a police.hu azt mondja, hogy elég 5 dolgot feltenni az ajtódra, ami elriasztja a betörőket. Egy 9 mm-es? Egy levágott lófej. Igen. Egy nagy rács. Nyilván nem jelentenek olyan komoly védelmet, mint egy biztonsági zár, vagy egy riasztórendszer, de mégis azt mondják, hogy jelentősen lehet csökkenteni a betörések számát, ha fölrakod ezeket a matricákat, kirakod az ajtóra, a kapura, és a potenciális betörőket akár el is ijesztheted ezekkel a matricákkal. Na jó lenne megszólalni egy betörő, hogy tényleg megijed ezektől a matricáktól. Ennek van valóság. Tehát, hogy megyek betörni, meglátok egy matricát, és valóban elriasztja, és van-e bármilyen hatása, hogy elolvas valamit ezen a matricán? Mi a matricán? Meglátja, és akkor érzed, igen. Felsikolt, hogy jaj, levonó! Például azt mondja a police.hu, hogy... hogy a bűncselekmény elkövetése komoly lebukás kockázatával fenyeget, így ha úgy érzed, hogy téged figyelnek, vagy megfigyelnek, akkor már nem törsz be. Például érdemes ilyen matricát kitenni, hogy vigyázz, szemfüles szomszédok. Nem már! Ezt nem gondolja komolyan a police. Vigyázz, szemfüles szomszédok. Tehát arra gondol, hogy jön a betörő bácsi, ezt meglátja, és riadtan körbenéz, hogy Marika néni a szomszéd ablakból figyeli-e őt. Így van, tehát hogy tegyél ki valamilyen matricát, az egyik az a vigyázz, szemfüles szomszédok. Tehát jövök én pici csukjában, egy zsákkal a hátamon, megyek betörni. Aha. Ugye? Igen. Csimazban, üres zsákkal a hátamon, ami majd tele lesz. Vizek kacsát, ludat, kakast, amit találok benne. Találsz. Látom a matricát, hogy vigyázz, szemfüles szomszédok. Akkor azonnal... És nem török be? Minden, hát igen, vagy mindent, ami eldob, vagy minden, amit látban, azt eldobod és elmenekülsz. De nem lehetne sokkal konkrétabb? Marika, figyel! És egy néni van rajta, egy elhúzott függöny mögül, ahogy néz ki félig. Marika, figyel! Igen. Aztán azt mondják, hogy településünkön szomszéd vigyázó szolgálat működik. Aha. Ez már jó, mert hivatalos.
Tehát hivatalos, ez egy megszervezett dolog. Igen. Ebben tudok hinni, de az, hogy szemfüles a szomszéd, hát na jó, és ha pont alszik, akkor már nem tud szemfülesnek lenni. De ez azért jó, mert ez feltételezi azt, hogy itt beosztották, hogy ma Erzsi néni, igen, holnap akkor a Marika, holnap után meg az Icu nézi az utcát éjszaka. Ha odaírod a varászót, két varászot, non-stop, akkor már tudják, hogy miről van szó. Értem, a Marika non-stop figyel. Igen. Vagy én nem tudom, hogy ez valójában elriaszt-e valakit, de tényleg. Tehát ezt, hogy én mennék betörni egy sok-sok milliós ház, és az, hogy vigyázz szemfüles szomszédok, hát az nem. Pont nem érdekel. Hát de hogyha az összes fel van ragasztva, érted? Azt tettünk, 3 óra keresztül csak olvasgatja a településünk biztonságáért, a Pandur Kft. Felel. A polisz.hu azt mondja, hogy nagyon jó az áthúzott betörő matrica. De, ja, hogy ide nem lehet bejönni? Tehát, ez jó. Ez okos. Tehát jön egy ember zsákkal a hátán, maszkkal a fején, ezt valahogy megihleted, megrajzolod, papírra veted, majd áthúzod. És ez is akár elriaszthatja. Tehát, nem lehet. Tehát, hogy nem, itt nincs betörés. No. Aha. No betörés. És akkor no. Még mellette, ahogy hívják, a sáros cipő áthúzva, vagy hívják, áthúzva, a lőfegyver, kutya. Magnó. És a kutya áthúzva. Érdekesek egyébként, igen, hogy ez valójában mennyire segíthet nekünk, és mennyire véd meg a betörőktől. Áthúzott betörő matrica. Ez nagyon nagy. Mindemellett számos más kreatív módon is jelezhetjük a betörőknek, hogy nem kívánatos személyek a környéken. Például azt ajánlják, hogy tegyünk ki olyan feliratokat, hogy ne a kutyától félj. Ha nem, tőlem. Hát ez, igen. De tehát gondold tovább, mert akkor lehet, hogy piszta is van nála. Aha, nem. Ne a kutyától félj, és melléről lenne rakva egy komodai varánusznak a kép. Ő az új kedvenc. Mellélek a nagyéve egy járókeret, és nagyítod egy brutál furkos bottal a kezébe, hogy rossz. Ne a kutyától félj. Eddig én egytől se rettentem meg egyébként. Ne a kutyától félj. Szellemesnek tartják még az olyan feliratokat, és ez is jó lehet, ha megpróbálkozol olyanokat írni, hogy gyere be, nem tudsz ellopni semmit. Vagy gyere be, itt nincs mit ellopni. Uh-huh. Tehát, hogy hisznek azon pszichológiai magyarázatban, hogyha te kiírod, hogy tényleg semmi értelme betörni, akkor valószínűleg inkább egy másikat találnak, nem fognak betörni. Nekem pont gyanús lenne, hát, ha egy ilyen matricát, gyere be, nincs mit ellopni. Akkor rejtegetni valójuk van, nagy értékű, akármi van a lakásban, már azért is bemegyek megnézni. Igen. Azt mondják, hogy nagyon jó a mozgásérzékelő lámpa, az időzített villanykapcsoló, ami ugye fellekapcsolja a lámpát nálad, ha nem vagy otthon, és a mindig üres postaláda. Éva. A mozgásérzékelő az ja, jó. Igen, értem. Hogyha elutazol otthonról, azt akkor szokták mondani a postaládát. Hát igen, de hogyha mondjuk azt írod ki, hogy köszönöm, a reklámanyagot nem kérek, nincsen benne a postaládában jóformán semmi soha, akkor azért, mert hogy kívülről belenéznek, és hogyha tele van nyomva mindenfélével, akkor azt mondják, hogy ja, akkor nem vagytok ott a régot, és akkor nem ürítetek a postaládát. De valójában használnak. Meg kell kérni, a szomszédot. Vagy pedig mi meg szoktuk kérni a postást, hogy máshova dobja be. És amit ajánl még a polisz.hu. Várjál már, a ti leveletek eddig. Szomszéd, nem leszünk itthon 2 hétig nyaralunk, addig az összes levelünket dobja már valahova máshova. Én az utolsót nagyon szeretem. Amit még ajánl a polisz.hu, magasra növő tüskés növények. Tök jó. Hova bejárat elé? Panellakásokba, társasházokba kifejezetten ajánljuk. Magasra növő tüskös növények, ami arról szól, ugye, hogy rózsacseréket ültetsz a bejárati ajtód elé, ezáltal te sem tudsz rajta átmenni, de a betörő, ha már látja, hogy te szenvedsz az átjutással, már neki elmegy a kedve a betöréstől. Jaj, hogy tarackosít minden hátére, beszemeljél. Úgy szúrod a rózsa. Jaj, Istenem, bármi belement a lábamba. Megbögött a rózsa. Az oknim, hogy hívják a paraszt kalászsal. De ők egyébként a polisz.hu a matricákat ajánlja. Tehát az mondja, hogy tegyél ki matricát, és ez az autón is működik. Figyelj, a matrica szerintem nem rossz, már hogyha írás tudó az, aki be akar törni éppen hozzá, tehát nem analfabét és el tudja olvasni, vagy erre ő figyel, mert szerintem egy-két jól megfogalmazott matrica, igen, matrica gyűjtő, hogy például, mit tudom én, rottweiler tenyésztő, okleveles rottweiler tenyésztő, hát én oda már nem biztos, hogy bemennék. Tudod. Tehát ugye látok egy matricát, én vélhetőleg akad egy-két olyan kutya, amivel, hogyha szembe kerülök, akkor nem annyira örülök neki. Vagy például, igen, ahogy hívják, ne törj be kollega lakik. De szerinted tényleg így mennek betörni, hogy megnézik a postaládát mondjuk? Azt igen, mert akkor nem vagy otthon. Ha tele van a postaládát, nem vagy otthon. Mi van, csak nem ürítem, mert lusta vagyok. Én amikor a társaságban laktam, én 3 hetet ürítettem a postaládámat, konkrétan nem tudtam kinyitni, csak így kiömlött rajta az a szórólap mennyiség. Tehát hozzám naponta kellett volna, hogy betörjenek. De soha senki nem tör be. Tehát egy betörő megnézi a postaládát? Hát ez maximum csak társasházakba tudod megtenni. Nem? Hát meg el, hogy azt látja, hogy ott van benne 30 darab számla, akkor lehet, hogy be se tör, mert azt mondja, hogy mit vigyek el innen? Mit vigyek el innen, igen.
Amit láttam én egyébként, és az valójában elég komolynak tűnt, hogy valaki... Légvédelmi ár. Nem, valaki okay. megcsinálta a kerítését, és a kerítés mögé csinált egy árkot. Mi van? És ha beugrottál, akkor... Tehát, hogyha te beugrottál a kerítés mögé... Akkor beleestél az árokba. Akkor beleestél az árokba, igen. És hangja van, benne, és időnként felugráló pirányákat lehetett látni. Igen, és kihegyezett karókált. Az Amazonasból hozott vérpirányák voltak, amit csak ezt hallottad a beugrottal, a zervúgy... Egy csontváz. És feldobott egy csontvázat a víz. Igen. Szóval árok volt. Ez azon a környéken, ahol én lakom. Ő ásott egy árkot, hogy ha beleessel, akkor annak hangja legyen, ne érjél egyből földet, és akkor ott mit a karókat tett le, nem tudom, én ezt nem láttam, hogy mi van benne. De hogy meddig terjed az a jogod, hogy te megvédheted saját magad? Hát ilyen eszközökkel sem eddig, ugye? Sem eddig? Mi árokkal? Hát én nem ásatok árkot a kertemen belül? Márkot. Tehát áramot nyilván nem vezetetek a kerítésbe, volt ugye nagyon sok ügy. De például, ha én ásom egy nagy mély árkot, és a hülye beugrik, és 3 méterre összetöri magát, akkor én birtokon belül megvédhetem magam? Uh-huh. Hát szerintem... Miért ne ásatnék egy árkot? Én szeretem. Én szeretek úgy csinálni. Szereted, hogy van árok? De miért nem kell megideologizálni, hogy nekem mi van a kertem hát belül? De akkor, de, mert azt fogja mondani a bíróság, hogy ez az árok azért keletkezett ott, azért ástad, hogy a betörő, amikor... Na de nehogy már, ha hozzám betörnek, akkor... még a bíróság engem vegyen elő, igen, hogy én ástam egy árkot, most abban az árokba karókat teszek. Hát, és akkor mi van? És jön a tesó, és föl az lehet, hogy baj. De ha én nem áshatnék árkot de egyébként miért? Hát lehet, hogy a gyerek szeret játszani. A gyerek szeret játszani a farkasverembe bíróra. Hát most neki ástam. Nálatok van kint bármilyen felirat? Kamera. Van. Nálunk kamera van a társasházom. Felirattal együtt, hogy megfigyel terület. Azt hittem, hogy csak felirat, nincs kamera. Csak, vigyázz kamera, ezt ott 3 ilyen műanyag kamera. Hát tudod, hogy van, aki rak föl alibi kamerát. Tudom, csak az üres dobozt, amire nincs elektronika. Aztán már kiszúrják, igen. Tehát ezt az észreveszik, az infrán látszik. Tehát kint van a kamera, és az, hogy vigyázz, felvétel készül. Igen. Úgyhogy nálunk csak ennyi van. Nálad van kint valami? Bármi? Van, mert mi be vagyunk kötve. Most nem akarok egy reklámot csinálni. Nem kell elmondani, hogy hova, csak hogy tárfelügyelet? Igen. Tehát kim van maga a matrica? Aha. De ez csak azért problémás, mert az ablakomban is leszoktuk húzni a redőnyt. De miért nem teszed ki az ajtóra, vagy a kerítésre, vagy valahol? Mert értem, nem tudom felhúzni a redőnyt, ha ráragasztom. De van ennek, kapura, kerítésre, de csak van ajtó vagy kerítés. Is. Ki? Van. Ha? Van hát. Az árok és a karok sor mögött. És próbáltuk olyat, hogy többféle távfelügyeletet raktok, így összezavarjátok őket? Nekem egy időben volt olyan, mikor féltem attól, hogy betűnnek, hogy többféle távfelügyeletet kiraktam. Tehát vigyázz távfelügyelet, vigyázz kamera. Ötféle volt. Nekem most is kim van minden, de valójában van kamerarendszer, meg valójában van távfelügyelet. Tehát szerintem ezek hatásosak. Uh-huh. Azt szokták mondani, hogy minél több ilyen akadályt állítasz a betörő elé, annál inkább meggondolja, mert mindent ki lehet iktatni, a kamerát is, a távfelügyelőt, tehát mindent ki lehet iktatni, csak ha már több van belőle, az nagyon hosszú idő, nem éri meg neki. Érted? Tehát ha lácsot kell leszerelni, az egy, azt megcsinálja 1 perc alatt. Akkor, ha a riasztót ki kell iktatni, az megint 1 perc. És akkor már annyira igen, hosszú lesz. Akkor sok. Plusz a levonók az ajtón. Ha mire azt lekaparja? Ha van a külső kerítés. Igen. Mert nincs áram. Igen. Ez egy jó felvetés. Mert a belsőben van. De én telken belül fölhúzok még egy kerítést, amiben viszont vezetek uh-huh. áramot. Igen. Na. Tehát senkit nem... Ajaj, ezek most az akkor... áramos sztorikon, most vigyázzunk, mert mire hazaérsz, már kint lesz az EON. Én nem lopom, nem csak semmi gyerekek. Én nem beszarib vagyok. De hozzám jönnek, mert én így nézem, hogy a gázórát leolvasni. Nem gyújtsd volna villagyot. A másik igen, hogy valami kár. Az mondjuk milyen kellemetlen kimenek hozzád, és nem tudod megmutatni, jó. Tudom valami villanyúra, de nem, ilyet nem mennék csinálni. De például felhúzok egy kerítést, ami az utcára néz. De a kerítésen belül felhúzok egy másik kerítést, és azt megcsapatom 10.000 volttal. Uh-huh. Csak ennyit érzel. Aha. De az már az én, tehát az a telkemen belül van. Abban miért ne vezethetnék áramot? Hát, nagyon jó kérdés. Mert nem a külsőbe, amit bárki megfoghat. Aki bejön. Hát aki bejön, azt veszélyeztetem, uh-huh. de ha már bejött, mi az Isten keresett az én telkemen? Így van. Meg hát te lehetsz, hogy hívjál, mit tudom én érted, ilyen hobbi villanyász. Érted, de az ezermesterből összerakottam igen. magamnak egy hullákot. Vagy felrakok 2 lézernyalábot, és ő, amikor átjön a lézernyalábot. Igen, ami ketté szeli a betörőt. Átjön a kerítésen, még nem sejt semmit. Elindul a ház felé, és ez csak lézernyalábot. És leesik mindkét lába. És már csak így a két csonkon próbál eljutni a házhoz. Hát én bemegyek, hogy az ezermesterboltba, és az
azt mondja, hogy jó napot kívánok, nincsen esetleg akciós lézer nyaláb. Most mondta a kollégám, hogy lehet esetleg egy másik. Akkor kéne három nyaláb. Én azzal jogsértést követek el? Tehát én azzal emberi életet veszélyeztetek, ha telken belül áramot vezetek a saját kerítésembe, amihez elvileg nem fér hozzá meg senki. Meg tudod magyarázni, hogy miért csináltam? Mert féltem a betörőtől, ingóságon belül, telken belül, én azt csinálok, amit akarok. De pont így nem tudod, ez nem magyarázat, mert akkor a betörő. Aha, mert már nem bíz a poloskákkal. Na, tessék, a poloskák ellen jó. Na, tudomásom szerint a poloska nem védett. Érted? A poloskák ellen húztad fel. Elektromos kerítés a poloskák így ellen, van. És a betörő beleakadt. Így van. A botlódottos aknazárat is a poloskák miatt tetted fel, ezért a poloskák miatt van a tíz. Emlékeztek arra az ügyre, amikor ugye fagyálót kevert a borba. Igen, ez nem egy vidám sztori. Az nem egy vidám sztori, de érdekes a felvetés. Ugye, hogy ez is hogy történt? Hogy jöttek, aztán ő tudta, és azt mondta, hogy akkor itt van a fagyáló. Nem feltétlenül jó megoldás. Emberüléssel gyanúsítják, pedig ő tulajdonképpen csak a saját tulajdonát védte. Igen. Nagyon érdekes a dolog. Hát ez igen, érdekes, mert mondjuk mi van abban az esetben, hogyha ezt öt fiatal teszi meg. Azért mondom ezt a példát, mert erről nekem volt egy beszélgetésem egy ismerősömmel, aki ezt hozta föl, hogy oké, értem, hogy a saját bora, de mi van, ha ezek egyébként 16-20 éves fiatalok, akik megneszelik, hogy ott lehet bort szerezni, és kettő fiú ebből ellop 5 liter bort, és a többiek megiszek, és köztem van a Mária, és köztem van az én lányom. Na, akkor mi van? Bizony. Akkor hogy elviszik a bort, és odaadják másnak. Azért ez elég célirányos. És az már mondjuk a történet tovább szövése. A kérdés itt, hogy megvédheted-e azt, ami a tiéd? Tehát én árokkal például... Nem védheted meg. És fagyálóval se védheted meg, ami a tiéd. A nagy baj az volt abban az ügyben, hogy ő nem szólt. Fél évig történt, folyamatosan rájártak, nem szólt. Majd tett ugye fagyáló, az nem jó. Tudta, hogy a fagyáló mérgező, mert a fagyálónak a címkén rajta van, hogy ez egy méreg. De én úgy ásom az árkot, hogy nem tudom, hogy aki beleesik, kitöri a nyakát. Tehát azt akarod mondani, hogy jó hiszemű árokásó vagyok. Aha, egy három métereset. De miért? A kertemen belül van egy gödör. Igen. Jön a betörő, beleesik a gödörbe, akkor engem elítélnek, hogy én nekem miért volt egy gödör? Arra az árokra, amit a szomszédás, hogy mekkora lett az árok. Nekem például beugrasz a kerítésemen, akkor ha én leveszem az emésztőnek a tetét, amit már nem használunk, mert csatornát kötöttünk, akkor te beleesel az emésztőbe. A pöcébe. Belefulladsz a pöcébe. Akkor engem a bíróság elővesz, és azt mondja, hogy gondotlanságban elkövetett emberölés, vagy szándékos, vagy nem tudom, mert én az emésztőmön azért nem hagytam rajta a tetőt, mert féltem, hogy ha valaki beugrik bíróra, essen bele a pöcegödörbe. Nem, gondotlanságból el. Csak megnézted, hogy mi van a pöcegödörre, szólt a Viki, te bementél, és úgy maradt a teteje, és valaki abba beleugrik és beleesik, akkor az gondotlanságból elkövetett emberölés. Tehát hol a határ? Három karót kirakok, akkor vártam a betörőt, akkor én megöltem őt. Ha árkotások, az belefér. Ha áramot vezetek, az megint nem fér bele. Ha forró szurkot öntök a kertembe, lerakok három üstöt. Az a baj, a forró szurkot, az forró szurkot már nem annyira furok. Forró szurkot melegítek. Beugrik a betörő, belehal a forró szurokba. Csókolom. A kertemen belül én tudtam, hogy abban forró szurok van. Hogy van ez? Telefonáljon valaki, aki ért ehhez. Mondja el nekem. Lángoló kerekeket gurítasz le a domboldala időnként, amik jobbra-balra lövedékeket oltanak magukba. Na, két kérdésünk van, drága hallgatók. Egyrészt, mivel védekeztek? Amolyan gondolt a Bornemisza úr. Becerűen Bornemisza. Dobó. Drága hallgatók, ti mivel védekeztek? Miben hisztek, jó? Tehát kutya feliratú, hatalmas, vérző, harapó, rottweiler-felű kutyamatricákat tesztek ki, riasztot tesztek ki. Tehát mivel próbáljátok távol tartani, ha kijöttök a levegőbe lőttök, és aztán visszamentek az ingatlanba? Az is szerintem egy picit melós, meg idő után azért megunják a szomszédok, hogy naponta háromszor kijössz a levegőbe lősz. Viszont nem jön a seregény. Mindenféleképpen szerencsés. Illetve telefonáljon már nekünk tényleg egy jogász, aki el tudja mondani, hogy mi az, ami még úgymond nem azt mondom, hogy jogos védelemnek számít, de megvédhetem a saját eszközeimmel a sajátomat, és mi az, ami már mondjuk akár emberölésnek számít. Tehát a dupla kerítés és a dupla kerítésen belüli kerítés. Kerítésen belüli kerítés. Jó, és ezt is írjátok meg, hogy mennyi most a lézernek nyalábja. Jó, ki hogy védekezik, segítsetek. Ha matricával, mi van a matricán? Adjunk jó tippeket az országnak, hogy hogyan kerüljük el a betörőt, olyat, mint a police.hu. Vigyázz, szemfüle szomszédok. Anyósnak a képe alatt a felirat, vigyázz, rosszul alszok. Hát
3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Érdekes, amiről beszélgetünk, hogy a polisz.hu kiadott egy közleményt, hogy milyen matricával lehet távol tartani a betörőket. Hát nyilván félig meddig azért humorizálunk, nem gondolnám, hogy valaki a matricákat gondolja komoly visszatartó erőnek, a kamerarendszer, a riasztó, a távfelügyelet nyilván sokkal fontosabb tényezők, mint a matrica. Mégis összeszedték azokat, amiket ugye hát ki kell tenni, és akkor a betörők esetleg máshova törnek be. Ez is milyen jó, nem? Menj át a szomszédba, baromi, hogy plazma tévéje van. Köszönöm én. A szomszédnak sokkal jobban megy. A szomszédnak sokkal jobban megy. Ha ez a ház tetszik, nézd meg, ami mellettünk. Ne légy ides, menj egy oduval, arrébb sokkal több mindent talál. Szóval, hogy aztán minket elkezdtük... a héten már kiraboltak, az se rossz. Ez is jó, ez is jó. Írtak a hallgatók egyébként, igen, ne gyere be, a nap se talált semmit. Szóval érdekes a dolog, ugye arról beszéltünk, hogy megvédheted-e saját magad. Ide kanyarodtunk át a matricáktól, mert hogy nagyon sok olyan eset van, amikor áramot vezetnek a kerítésbe, fagyálót tesznek a borba, és aztán ugye hát az embert lecsukják. Mindenki másképp gondolja, van, aki azt mondja például, hogy a betörő nem rossz ember, és azért, mert ő be akar hozzá törni, neked nincs jogod arra, hogy te elvedd az ő életét. Tehát a kettő nincs... tulajdonképpen, hogy egálban egymással. Igen, hát, nem ugyanaz. Igen. Itt van egy hallgatónk, akinek áram van a kerítésében. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello Rita, ti vezetetek áramot a kerítésben? Hát igen, sajnos igen, de ez nem úgy történt, hogy csak a 220-at bevezettük, hanem karácsony előtt pont ment az X-faktor, és... Nagyon messze, ez nagyon fontos, mert nézte volna. Sajtos pogácsát eszegettem egy kis tepertővel a kedvenc tányéroból. Nem, mert én is ott dolgoztam, és azért. Ja, az X-faktorban dolgoztál? Igen. Tényleg? Mit csináltál? Asszisztens voltam. Hoppá. Szóval ment az X-faktor, amiben asszisztens volt. Igen, ez az első X-faktoron volt. Na, érted. Az első. Ezek szerint szeretném még ott dolgozni. Értem én. Igen. És ilyen este, ilyen 7-8 óra körül, tehát mondjuk már sötét van télen, akkor Ikerházba lakunk anyukám, a Imrén, és igen. A férjem itthon volt, tehát láthatták, hogy ég az egyik házban a lámpa, a másikban nem ég, és bejöttek a kertbe. Felmásztak a tetőre, és már feszegették le a riasztót, és oda voltak téve egy gödör víz. Atya Isten. Tehát láthatták, hogy otthon vagyunk, és még, mármint én nem, de láthatták, hogy otthon vagyunk, és még volt olyan, mint egy gödör víz. A gödörvízet azt a rendőrök mondták, hogy ezt azért teszik oda, mert ahogy leszerelik a riasztót, rögtön berakják, hogy ne szólaljon meg. A víz. Ne lehessen hallani. Ja! Tehát leszerelik a riasztót, és közben megszólal, és akkor berakják egy vödör vízbe. Tehát ha látok egy embert a tetőnkön mászkálni egy vödör vízzel, akkor azért... Az lopja a riasztót. Igen, és akkor... Több helyen is megcsináltak a környéken, és akkor arra jutottunk, hogy valamit most már kell csinálni, mert ugye riasztónk már volt, tehát volt egy cég, amivel szerződésünk volt, hogyha bármi történik, akkor kijönnek, de ez nem volt elég, mert ugye van az embernek egy kertje is, kutyával, gyerekekkel, akár ide értékekkel, és a bátyám elkezdett utána nézni, hogy mit lehetne tenni. És akkor találta ezt a dél-afrikai céget, akik hát ott ugye azért elég sok probléma van ilyenből, és ott elég komolyan veszik, és egy alapegységet felszereltettünk, amihez ki van építve körbe a kerítésen egy ilyen rendszer. És mennyi van belevezetve a kerítésbe? Azt nem tudom, tehát a műszaki részeket nem tudom, csak annyi, hogy ez teljesen szabályos, a rendőrségre le van adva, olyan szinten, hogy már a rendőrök érdeklődtek, hogy majd mi is adjuk meg a elérhetőséget, hogy ezt hogy lehet felszerelni. Gondolom, nem halálos, csak olyan, mint egy villanypásztor, amit csak így megcsap, nem? Hát mondjuk engem még nem rázott meg, de mondjuk a bátyám aztán megrázta véletlenül. Nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát az ugye folyamatosan, ja, is van egy megszakítás érzékelő, tehát ha elvágják, rátesznek valamit, akkor az jelzi. Akkor megszól a riasztó, kívül, ha ez már belőtték. És ez teljesen legális, tehát ezt kirakhatjátok. Ez teljesen legális, a rendőrségre le van adva. És mi van kiírva a kerítésre? Ki van írva 2 méterenként, hogy a áram van a kerítésben. Az igen. Nincs odaírva, hogy milyen, meg mennyi, nyilván, de
volt is, aki ezért becsöngetett és megkérdezte, hogy ezt mi hogy gondoljuk, és mondtuk, hogy teljesen szabályos, van róla papírunk, úgyhogy... Ez nem tudtam, hogy ezt lehet. Na. Tehát ami, akkor, lehet. Ami nem emberi élet kioltására alkalmas, akkor az volt, hogy engedélyezett. Mondjuk nem lennénk nálad a kerékpáros kézbesítő. Mondjuk, hogyha valakinek pacemakere van, vagy hát olyan betegsége van, jó, nyilván, de hát ezt ugye nem tudhatjuk. Hogy akkor annak milyen problémája lesz belőle, de elvileg ez nem olyan. Különben nem kaptunk volna rá engedélyt. Érdekes, ezt nem hallottam. Megkeresünk. Hát lehet, hogy tartani kell hozzá egy tehenet egyébként, mert akkor már villanypásztor. Tehát nem rossz. Ugye? Akkor már nem mondhatnak ez semmit. Ez olyan, mint igen. A villanypásztor, csak azért annál egy kicsit masszívabb. És azóta nem is nagyon jöttek? Nem. Érdekes módon. De a postás sem. Illetve rátaláltatok a postás, hogy fekszik a bringája mellett, és nagyon kiabál. A kerítés... Rá szoktak kérdezni azért, így van. Rá szoktak kérdezni, és mondjuk azóta a környéken, mi erdő mellett lakunk, azért kettő háza már betörtek ugyanezzel a módszerrel. Jó, hát akkor meg azért, mert hozzátok nem tudtak bemenni. Igen. Hát hozzunk nem tudtak, hozzánk nem tudtak bemenni, így van. De jó. Köszi, hogy elmondtad, Rita. Nagyon szívesen, sziasztok! Szia! Hello! Ezt megnézem. Ez komoly. Van ilyen, vannak ilyen cégek, most találtam. Villanypásztor, elektromos karám, riasztók, elektromos biztonsági berendezések. Hát de az villanypásztor, riasztó, intelligens funkcióval, mikroprocesszor vezérléssel. Uh-huh. Elektromos kerítések. Aha. És ott van egy csávó, hogy lopja a csirkét. Tanyák, udvarok, szárnyas és víziszárnyas telepek, állattartó gazdaságok, hatékony terület, birtok és vagyonvédelmi rendszerek. Az kemény. Duvadak toportján férget betörök ellen. Nagyon jó. Anyósom egy lépuskával és egy Flower pisztolyjal védi magát, egyszer kellett használni, a tujjam mögött bújt meg az ember, kettő lövése talált. Azóta villanypásztor van a kerítésbe építve. Tehát azért ezt sokan csinálják. Jézusom. Van egy ugatós, de nem harapos ebünk, és van egy roppant kíváncsi szomszéd. Ha jön valaki fél perc múlva, kint van a hölgy, ha nem vagyunk otthon, azonnal tudatja két utcával odébb élő anyósomnak. Segítetek! Itt vagyok, van itt valaki, senki, hol a szomszéd? Egy ilyen szomszédnál egyébként nem kell több, nem? Ha van egy ilyen, mindig kint állatszom, nincs baj. Azt mondja, hogy harmadik betörés után magas fűdamil törött üvegek, egyszer volt kis vér, de a házba senki nem jött be. Jaj, hát igen egyébként, tehát, hogy... A vidéki portáknál a mai napig, mai napig is divat az, hogy a kerítés mögé belőre teszel egy nagy, hosszú, széles lécet, amiben százasszögek vannak beleverve. Ezt este leteszed, reggel fölveszed. Uh-huh. Minden olyan eszköz... Igen, az új kerítés csináljátok, csak még nem fejeztétek be. Minden olyan eszköz használható és berendezés, mely nem aránytalan az elérni kívánt céllal, tehát ha betöréssel szemben akartok védekezni, akkor nem feltétlenül olyan módszert választhatok, ami biztos kioltaná az emberi életet, de árok is jó lehet telken belül, ha mindenki számára jól látható helyre teszitek ki az erre vonatkozó figyelmeztető táblát. Innentől kezdve a kedves betörő eldöntheti, tovább áll-e, vagy a kerítésen a jelzés ellenére igen. Beugrik, és sajnos kitöri a nyakát. Tehát nagyjából ez a megfogalmazás. Igen. Ha jelzed, és telken belül vagy, akkor kirakhatod. Meg is van, akkor ki kell írni a táblára, hogy vigyázz mély árok karókkal, a taposó aknák és a magas feszültségű vezeték között. Valaki azt írja, hogy futtassak babot a karon. De durva. Bíró, én csak babot futtattam. Na jó, de mi három ember. Tehát, hogy babot kell futtatni. Egyébként jó, én azt gondolom, hogy nehogy már a betörőt sajnáljuk, de tényleg. Nem sajnáljuk, hanem... Miért van az? Bejön, érted? Amerikában lelőheted. Lelőheted. Nem tökölnek. Bárhol. Nem, az nem igaz. Lelőheted. Jó, most bírtokon belül. Nem. Oké, tehát ha kimész már ott, az utcán nem. Van. Arra kell Amerikában... hogy kimenjen. Vagy pedig vissza kell húzni. Igen, nincs, hogy a védjük a betörőt, meg a betörő jogait, meg a betörő és ember. Kit érdekel? Te otthon vagy, kiszolgáltatott állapotban, ha beleesik és karóra húzza magát, nehogy már engem vegyen elő a bíróság, hogy nem raktam ki, hogy karó van. Mit keresett ott a házadon belül a betörő? Essen bele a karóba. Miért a betörőt kell védeni? Mert nem védi senki a milyen betörőt, téged véd. Milyen szándéka jött eljel kettőkor? Betörési szándéka, de nem akart megölni téged. Érted? Csak... Tehát ő nem megölni akart, ő el akarta vinni a színes tévédet. De meg ne az akarja az... elvinni a színes tévédet. Te tökéletesen azzal, igazad van. Számoljon azzal, hogy akkor beledöglik. De akkor nem ölheted meg. Nem ölheted meg, mert ő nem akart téged megölni. Ha szemet szemért elvre hivatkozol, akkor nem ölheted meg. Igen, hogy a jogos védelem, önvédelem is arról szól, hogy egyelő arányban kell neked megvédened magad. Magyar ezt a sötét belignéz felmérni. Nálad mi van? Bézbolütő. Várjál, hozom. Most már nálam is van.
film. Fém. Basszus. Igen, nálam. Tehát ha ő elvitte a tévédet meg az aranyadat, akkor visszamész hozzá, és ellopott a tőle a tévéjét és tudod, az aranyát. Tudod, mit mondok én? Hogy szebb világ lenne az, ha karót tehetnék, és nem ítélnének el. Érted? Nem így van? Ne akarjon betörni. És akkor egy gyerek a szomszédból átrúgja a labdát, aki átmászik hozzád, és beleesik a karóba, és akkor mit mond? Nem jó. Na gyerekek, jó, ez meg van. Én kérem ki magam, elrugdossát az büdös a labdát. Érted, letörni ott a krizantémokat. Nem a betörőkkel vagyok, hanem azzal vagyok, jó, hogy épp észre kell gondolkodni. Jó, akkor este teszem ki a karót. Aha, és este nem mászom este, el. Este, tessék, este. Este már nem labdásnak a gyerekek, este az ágyban van a helyük. Az is igaz. Jó, de ezek lehet, fanatikus gyerekekért éjjel-nappal rúgják a bőrt. Én szeretném, ha le lehetne lőni. Lőjük le! Hát de nem lőhetjük. Lőd le! Lőd le! Nem lőheted le! Lőd le! Mellé lősz, csak arányos. Elnézést magának, 9 millimétres van? Igen, jó, mert nálam 762-es. Akkor párbaj, 10 lépés egymásnak háttal, megfordulunk és aztán lövünk. Mondjad. Költözzel Amerikába először is, tehát európai jogrendben ez sajnos nem. Beszéltem Gáborral, aki jogász, és ő azt mondja, hogy semmi olyat nem lehet, tehát itt az arányos is ez nem egészen így van, a 21-22-es paragrafus kell megnézni a BTK-ba, az van, hogyha árkot ásol, jogodban áll, de ha már karót teszel bele, nem. Tehát semmi olyan nem állja meg a helyét, ami az ember élet kioltására való. Tehát kerítésbe akkora feszültség nem lehet, hogy meghalljon. Akkora lehet, hogy figyelmeztes, hogy akkorát csapjon, mint egy villanytán. Hát csak így jussunk már el odáig, hogy a betörő nem tudott olvasni, ezért én tehetek arról, mert nem olvast el, hogy árok van a kerítés másik oldalán. És a pacemaker te ráadásul egy hátrányos helyzetű betörőt volt. Így van, én egy nagyon hátrányos helyzetű betörőt fogtam, mert nem tudtál olvasni. Egy szegény rokkant nyugdíjast, aki azért tör be, mert, és te kinyírod. Honnan tudjam, hogy mekkora karótól hal meg? Egyáltalán nem lehet karót tenni. 30-as karókat teszek rá, hogy szúrja le meg a lábát. Igen. Egyáltalán nem ha a lábában megy, csak megsebesül, ha a popsiába. Akkor nagyon hát fáj. Megszúrja bokáját. Nem lehet, de áramot se, ami olyan feszültség, hogy meghalljon. Nem lehet. Ez van. Tehát ha elkapsz, ezt a példát mondtam, hogyha mi van, hogyha bejönnek hozzám este sötétbe, megfogom a vázát, fejbevágom, és meghal. De figyelj, mi jó, hogy beletenyerel saját... a például az üvegszilánkokba, és elvágja valamelyik elét, nem és elvérzik ott a kapu mellett, akkor mi van? Akkor, hogyha olyan dolgot tettél, ami emberi kioltásra alkalmas, tehát hogyha mondjuk egy árokba beleszórtál üvegszilánkot, akkor elő fognak venni. Kinyírhatja magát akkor is, hogyha átmászik a kerítésen, megcsúszik. Az véletlen, ez viszont tudatos. A kerítés tetején ott vannak ezek az 5 centis kis tüskék, amik egyébként minden második. Azzal a szándékkal indult a, el, a kerítésén hogy otthonnak. Betörjön hogy betörjön. Igen, nem azzal, hogy azzal, hogy beledöglik. Én veled vagyok, csak az európai jogrendben. Ez nem így van. Elindultam betörni, de te meg akartál ölni, te milyen rossz ember vagy. Számolj azzal, tesó, hogyha bejössz, beledöglesz. Jó, mondjuk, hogy és semmi közöd ahhoz, hogy itt mi van, ezért az ember megdolgozott, megvédi a családját, számolj azzal, hogy beledöglesz. Most nem akarok szegény betörő adni, nem ha... számolt azzal, hogy meghal. Kit érdekel? Ez jelen esetben nem érdekel. Nem veheted el az életét. Igen. Értem. Megvédheted. Direkt vagyok kicsit demagóg, de élvezem. Igen. Meg nehogy már őket védjük. Jó, mondjuk, hogy én betörölnék, biztos, hogy mindig rövid nadrágba mennék, és előtte bedobnék egy labdát a kertbe. Honnan én csak tudjuk, a labdámat kerestem. Honnan tudjuk, hogy ő nem alkalmas ember életkioltására? Ezt nem mondtuk. Azt mondta. Tessé, ő megérkezik, én megijedek, ő fejbevág engem, megöl, akkor mi van? Akkor én nem tudtam magam megvédeni, mert nem őt nem ölhettem meg. Betörő készlette. Te a betörő készletét akarod felhasználni. A betörő is alkalmas arra, hogy megöljön. Te vagy a tisztességes polgár, ő meg a bűnöző. Te a bűnöző eszközkészletét nem használ. Jön egy 16-os kulccsal a kezébe, érted? Igen. Elvileg meg lehet vele szerelni egy nyerget, ha a gyereknek kicsi fölemeled, de fejbe is lehet vele valakit vágni. Ő alkalmas arra, hogy engem megöljön. De én nem áshatok karót, akkor és nem ölhetem nem. Meg. Akkor azt mondod, hogy kulcsal vagy? Én kínai vázával fejbevágod, meghal. Egy zsák krumpli. De akkor nem ítélnek el, ezt mondta a Gábor, akkor nem ítélnek el, mert jogos önvédelemről van szó. Úgy alakult, hogy megölted. Azt mondta nekem, hogy a saját lelkiismereteddel kell innentől kezdve elszámolni. Semmi mással. Ez mert ez hirtelen történt egy olyan szituáció, hogy megvédted magad. De előre nem szabad ilyet tervezni. Igen, nem vagy köteles kitérni a jogtalan támadás elől. Valaki, tehát hogy az a betörők lelkével, ne gyere nekem. Nem, azt én leszarom, hogy hanem, hogy amikor bejön valaki a lakásodba, és halálra rémül a gyerek, halálra rémül a feleséged, senki. És oké, és nem történik igazából semmi extra, mert hogy egyébként mit tudom, elzavarom, rajta kaptam, nem ölöm meg, stb. De basszus, egy olyan traumát okoz azzal, hogy bejött éjjel a házba, amit soha nem jever ki lelkileg, sem a gyerek, sem a feleséged, sem. Így van. Azzal senki ezzel nem törődik. Foglalkozik valaki? Nem, ezért enyhítettek a jogos védelmet, tehát kaptál most már lehetőséget megvédeni magad. Igen. Eddig sokkal szigorúbban változtattak pár éve a BTK-n, most már meg tudod magad védeni. Elkiodálva senki nem foglalkozik. Figyelem! A
Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Olvastátok, hogy Dominikára lehet menni Rubin Trékával alakformáló nyaralásra? Ki ez a Dominika? Fura, nekem hogy Rubin Tréka Dominikára jár. Jó név. Mi? Hát miért kell ehhez Dominikára, Dominikára rájárni? Hát most olyan a popsi. Ja. Az az érdekes ebben, mert hogy ha megtölt gépeket, akkor tökély, hogy megy. Tehát ez semmi baj nincs. Szerintem, ha valakinek erre van pénze, lehetősége, és el akar menni egy ilyen táborba, akkor menjen Rékával Dominikára. Ez szerintem semmi baj kilóért. Nincs. Lehet jönni a Velencei tó partjára is vele, én már néztem oda, lehet, hogy igen, átszaladok. Mert ott, tehát, hogy ő több ilyet tart, tudod, és akkor kinek mi nyilván... Az olcsóbb? Sokkal, persze, az egy jó hétvége, és akkor lehet, hogy az van, hogy én, mert elmondtam már nektek, ahova jár kézilabdázni a Panna, a Réka ott tartja ezeket az edzéseit az egyik ilyen tornacsarnokba, és amikor én a gyereket beadom az edzésre, akkor szépen elsétálok a másik terem előtt. Hát na, és hogy gyerekek, ott azért, azért van egy ott van, nem tudom, 1000 ember fér be a terembe, ameddig a szem ellát csak popsik, tehát hogy egy nagyon-nagyon komoly dolog, nem tudom, hogy magamat be tudom-e dumálni egy ilyen alak reform táborba, hát... vagy ide csak nők mennek. Nem, ide mehet mindenki. Mehetnek kapsik is? Ide mehet mindenki, igen, aki ugye ki tudja fizetni. Aha. Hát persze a rossz indulatú kommentelők itt is életbe léptek, hogy ez miért ilyen drága, meg miért? Hát nézd, hát nyilván van ott egy oda-vissza repülőút, biztos a szálloda se kutya, egyébként meg Dominika. Na jó, nem akarok semmilyen magyar település mondani. Tehát, hogy azért ez egy nívó. És gondolom ezért fizetni kell, a másik pedig az élmény, hogy együtt rászhatod aztán Rékával. Igen, de én arra gondoltam, hogy itt ír valami más is ez a cikk, mert azt mondja, hogy aki nem tud ennyi pénzt előteremteni, az online is figyelheti Rékát és tornázhat vele együtt ingyen. Aha. Tehát fölcsavarod itthon a fűtést. Leraksz egy lyukkát a sarokba. Kicsi homokkal beszúrod a nappali. Így van. És felbontasz egy ananász konzerven, csinálsz belőle egy alkoholmentes koktélt. Tehát ez olyan, mint amikor végignézek egy Michelin csillagos étteremben egy gurmé vacsorát, de otthon főzök magamnak. Tehát, hogy főzöl közben. És én megfőzöm közben, amit valószínűleg ők esznek. Igen. Tehát, hogy ez kicsit ez egy ilyen zanzásított, leegyszerűsített változata. Magát a sportot ugye tudod csinálni, de a körülményeket is meg akarod teremteni, akkor még egy labor vizet is tegyél be, hogy az óceán vagy a tenger is ott legyen vele. Milyen egy ilyen online torna? Az hogy néz ki? Tehát én látom skipén, hogy ő mit csinál. Igen, az nem rossz egyébként. Nagyon sokan csinálják, hát még mindig hihetetlen divatosak ezek a különböző... Hát van, aki még mindig koptatja azokat a VR-s kazettákat, amiket annak idején megvásárol, de most már egyrészt elő is lehet fizetni ilyen csatornákra, másrészt meg le is lehet szedegetni, tudom, egy napra, két napra, akár például a tévészolgáltatónak a kis adatbázisában, a kis videótékájában is találsz ilyeneket. Ezek nagyon-nagyon mennek. Főleg kismamák, én azt gondolom, hogy azok, akik valamilyen okból kifolyog, nagyon sok időt töltenek otthon, például ők nagyon-nagyon szeretik ezeket a videókat, és jók is. Újra kezdő terhes torna? Igen. Vagy alakregenerálás, meg formába hozás, meg fogyás, terhesség után, tehát ezt értem, hogy letöltöd, vagy mondjuk előveszed a régi videókazettáidat, mondjuk a Rékásakat, és akkor arra tornázol, de hogy abban valóban van egy ilyen kis ön sanyargatás, hogy te nézed Dominikán a Rékát és a csapatot, és te meg itthon vagy a nem tudom, a hetediken. Hát nem tudtál elmenni. Aha. És ha én most rákeresek a Rékának a Skype oldalára, és én felveszem ismerősnek, akkor ott már láthatok videókat, vagy ott csak élő kapcsolást tudok látni? Hát a Skype az szerintem csak élő, nem? A Skype az élő? Tehát azt látom, ami élőben megy. Igen. Igen. És akkor nyilván ő meghirdeti, nem tudom mikor, meddig van a tábor, de szombaton 11-kor magyar idő szerint csatlakozz a Skype-ra, és akkor együtt fogunk tornázni. Aha. Te itt mi ott? És csak akkor lehet ilyen Skype kapcsolatot létesíteni vele, amikor éppen tartja az órát, tehát hogy nincsen olyan, hogy mit tudom én előtte, utána, és akkor látom, hogy mondjuk az öltözés érdekelni. Jön Noibi a Viledával, és akkor így takarítja a helységet, vagy ilyesmi. Igen, csinál csak én felmosok közben. Igen. Na, várj, most akkor hogy megpróbál megtalálni a Rékát.
Te úgyis most vagyok urázol meg. Te készülsz félmaratont futni. Így van. Megpróbálom ezt a Rékát megtalálni. Tessék? Nem biztos, hogy most online kapcsolatban van, csak ráírok, hogy van-e online kapcsolatban, hogy mutassa meg, hogy hogy néz ki egy ilyen Skype-os torna. Aha. Tehát megpróbálom vele úgy fölvenni a kapcsolatot, hogy tartson neked itt egy órát. Érted? Vagy legalábbis 3 percet. Aha. Mozgasson egy órát kicsit. Nem, mert abban belepusztul. De most nem tudom, műtve vagyok, doktor. Jó, hát akkor csináljon egy ilyen hasonfekvés, hátonfekvés, valamit, amit meg tudsz csinálni. Na várjál, bementem Skipébe. Igen. Azt mondja, a partnerlistára rámegyek. Jó. Várjál. Mi lehet Réka e-mail címe? Vagy új partner felvételére rámenjek? Ha. Felvesszük? Megpróbáljuk felvenni. Jó? Azt mondja, keresés a Skipe telefonkönyve. Réka kukat snorbi.hu. Na várjál, akkor nézzük a lehetőségeket. Nézzük, kicsinállak, átváltoztatlak. Úgy is lefogysz, ha megrohadsz is kukat. Így van, sose érsz utol. Sose lesz ilyen tested pont. Azt mondja, mide? Rubin.réka kukat, ez lehet? Na várjál. Rubin.réka? Pont. Reka. Megnézzük, hogy ilyet keres. Keres a Skipél. Jaj. Van ilyen? Bátkiszkó Magyarország, ez nem jó. Nem? Mit írtál be konkrétan? Még egyszer? Rubin.reka. Rubin.reka. Rubin.reka, és az jött ki ott, amit ott láttok a feliratból. Mert tudom nektek is mutatni. Az. Okay. Gratulálok. Ez nincs. Jó, ez nincs. Oké. Okay. Akkor azt mondja, hogy... Akkor várjál. Mi lehet még? Réka.rubi. Réka.rubi, nagyon jó. Réka. Pont. Ha fia, elérjük, ha megtaláljuk, akkor tart neked egy órát. Réka.rubin. No? Keresés az Skipében. Azt mondja, hogy Egyesült Államok, Hamilton, Réka.rubin Magyarország, Réka.rubin Magyarország. Na. Nagyon jó. Igen? Na, hát akkor már kettő is kettő van. Réka.rubint. Na, várjál. Miért van kettő? De hát most először elírtam. Kettő van belőle. Tessék? Kettő van belőle. Kettőször beért, hogy biztos, hogy megtalál. Ja, pontos. Az most egy U betűt kihagytál. Mint. Na várjál, mert rámegyünk, akkor a Hamilton Egyesült Államok, azt hagyjuk, nem? Azt most szerintem nem. De őnek is van egy Rubint Rékája. Aha. A Hamiltonnak? Aha. Egy házi. Gyerekek, így a büdös életben nem fog neked most órát tartani, nem fogjuk megtalálni. De neki most online-nak kell lenni, hogy megtalálja? Igen. Ha offline van, szerintem is megtalálom, nem? Megtalálni, de nem tudunk vele beszélni. Uh-huh. Kapcsolat. Valamiért nem találja. Most nem tudok rámenni arra, akit megnyitottunk. Hamilton. A Hamiltont a keresem most. Na várjál. Kész vagy, Feri, egy 5 perces kis online tornára? Aha. Melegítsél, kezdj el melegíteni, jó? Kezdj el kicsit mozogni? Légy, de csak finoman, jó? Nehogy meghúzd magad. Fira, nehogy felszakadjanak a varratok. Most a doktor úr valószínűleg hogy hiák? Na várjál, felveszem a partnerlistára. Ingerülten kavargatja a kávéját. Kedves Réka Rubin, szeretnélek felvenni a partnerlistámra. Küldjem? Küldjem. Vegyük fel a partnerlistára. Okay. Hát majd meglátjuk, várjál. Persze, hát nem. Hát de akkor nem kellett volna beírni. XY-on szeretnél Skype partnereként felvenni, az XY vagyok, én csak nem mondom. Aha. Azt mondja. Miért nem mered kimondani, hogy Sebestyén Balázs szeretné felvenni? De hát nem mondom a nevemet. Azt mondja, hogy 7 óra 20-kor elküldte neki ezt a jelzést. Ha most ez ő, akkor ő most visszaigazol engem? Igen. Szerintem igen. Nem úszod meg az online tornát, Feri. Visszaért valaki, hogy oké, nézd meg. De hát okay. Nem tudjuk, hogy ő. Nem baj. Hát nincs kép. Nem baj. Hát nincs most írjunk, neki, írjunk meg, hogy ki vagy. Várjál, ki vagy? De te vagy az? De te vagy? Ezt írom, te vagy. Te vagy Réka. Te vag, kérdője. Látod, te vag, ki vag, te vag. Ki vag, te vag. Ki vag, te vag. Mi van, kikopott az Y? Az Y kicsit haldoklik, ne arra, hogy ki vagy, te vagy. Ki vag, te vag. Mindjárt jön a válasz. Te vág. És, hát te picit, vág, te vág. Picit vág, de felveszek volna kényelmesen. Hamiltonné vagyok. Na, hát ő nekem nem kell, nekem az igazi Réka. Nem ugyanaz. Megkérdezem, te vagy Rubint Réka, az igazi? Az a Rubint Réka. Hát igen, mert így hívják. Réka. Írd be azt, hogy a fitness királynő, vagy valami ilyesmit. Az egyetlen? Ez az. A megismételhetetlen? A fitness Ladi. Arra lehet, hogy ugrik. Okay. Hát nem, a fitness, nem? Oké, okay. Kérdőjel. Ja, várj, nem küldtem kérdőjel. Okay, most. Te vagy Rubint Réka, az igazi, az egyetlen a fitness Ladi? Kérdőjel. Skipe. Jön a válasz, figyelj. Uh-huh. Mert most, ha Hamilton ír, azzal nem vagyunk benne. Nem úgy volt, hogy régen láttad, hogy gépel. Ó, éppen ír valami. Igen, igen, éppen de jó. Gépel. Várjál. De jó. Figyelj, nézzük, mit ír. Anyát. Miért nincs hozzá kép? Korán van még nem tudom, miért nincs korán van még a hülyékhez. Igen, miért nem tagadod. Na várj, hú, ez valami hosszabb lesz, mert sokat ír. Aha. Sokat ír. Hú, csúnya.
Mondom, hogy megtalálom. Jó, neked, most azt hülyültem, tényleg megtalálom. Figyelj, mindjárt meg lesz. Hú, mit ír, regényt? Aha, igen, hát ennek örüljünk, mert nem azt írja színben, csak, lehet, hogy fakó. Noibi, Noibi ül a gép mögött? Igen. És most éppen, hogy hívok vacilára, hogy írjak lassan, kétel legyen. Azt mondja, várjál, most apajtja az írás, most megint ír. Igen! Ó! Azt írta, hogy igen! És küldött egy... Egy smiley, egy csodálkozó smiley. Egy pislogó smiley. De ez miért kellett másfél perc? Most programozta le a smiley-t. Aha. Hát akkor hívjuk fel ott a telefon, jó, vagy videókamera, valamit nyomjál rajta. De innen már tudjuk, hogy ő az igazi? Tegyünk fel egy keresztkérdést. Oké. Okay. Ha? Hány ütem, egy négy ütem, egy fekvőtám? Három. Valami csalafintát. Valami csalafintát. Tehát nézzük meg, hogy ő az-e. Tényleg, valami csalafintát. Azt mondja, hogy várjál, mit kérdezzünk? Uh-huh. Szerződésben vagytok még Nadallal? Igen. Az nem jó. Hát ez egy beugratós kérdés. Várjál, azt mondja, hogy szerződésben vagytok még Nadallal. Oké, okay, kérdője, elküldtem neki. Na, ha ezt érti, akkor valóban ő az. Ha most erre valami teljesen blödséget válaszol, akkor nem az igazit találtuk meg, akkor megyünk tovább. Hát a helyes írásommal van némi baj. Á, de hogy. Errel vagy ével mondja a férjed azt, hogy rombusz. Visszajött, a gyokofán vagyok. Ezzel nem jutottunk közelem. Akkor megkezdem. Noibi. Várjál, megkezdem. Noibi ott van, kérdője. Figyel, ír valamit. Uh-huh. Noibi ott van. Küldtem neki, hogy Noibi ott van. Várjál, mindjárt ír. Ferit addig meleg is tovább. Jó, meleg is. És meg tudjuk csörgetni? Hát akkor Skype-on kell. Meg tudjuk Skype-en csörgetni? Aha. A Skype hangját be tudod adni? Beadjuk. Figyelj, fölhívjuk. Videón felhívjuk. Most hova tűnt, nem válaszol. Látod, hát tudtam, hogy nem az igazi. Hát nem, hogy kiabál. Noibi, Noibi. Na most ír, ott elkezdett írni. Figyelj, elkezdett írni. Figyelj. Persze. Akkor ez ő. Nagyon jó, hívjuk föl. Mire nyomják, a videótelefonra, vagy a Shiba jelzőre? Videóra. Hát látni akar. De nem fogom hallani, csak atmoszférába fogod hallani. Mi akkor te fejjük... Nem tudod beadni? Akkor fejjük utána, várj, fejjük ez a videótelefonon. Hívom videótelefonon. Jó, ilyen. Hogy lássuk. Csatlakozás. Ha most látunk téged, csatlakoztál magaddal. Utána beadjuk Ustreamen, ahogy Feri tornázik. Aha. Jó. Én most fölmentett vagyok ezen a héten. Ott van, csengetés. Akkor csak bicepszezel. Várjál. Igen. Haló? Ha még nem látod, én ott képre kéne, hogy legyen. Fura lett a réka. Na most. És ott van! És ott van mögött a főnök is. Még van mögötte, Noibi. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Gyerekek, online kapcsolatban vagyunk a Sobert családban. Ez nagyon jó. Feri, készülj, nem buszod meg a tornát. De nem tornázhatok, mondom, hogy fáj a hátam. Ti hallottok minket? Bólincsatok. Jó, akkor mindjárt fölhívunk benneteket telefonon, jó? Vegyétek fel a telefon. Vegyétek fel a telefon. Hívjuk fel telefonon. Nem értik, amit magyarázol. Azt mondja, mi van az asztalon? Telefonon hívunk. Mi van az asztalon? Föl a ott van a telefon a kezében. Igen, az a telefon. Hívjuk fel Rékát. Jó, na. Oké, tehát megvan a Skype kapcsolat először. Most beadjuk telefonon a hangját. Aha. Nagyon jó. Hívjuk telefonon, és akkor utána... Figyelj, jól érzem egy picit, de hogy te most tényleg viccet félretél, vagy nem volt egy kicsit könnyebb embert juttatni a Holdra, mint belül kapcsolatban lép. Hát de most megnézzük, hogy milyen egy online torna, amit mi adunk Ustreamen keresztül. Aha. Itt vannak? Na, itt vagytok, halló! Hello! Jó reggel! Amit én látok, hogy a Sobert család egy függöny előtt összegyógyulva egy teniszütővel a kezetekben. Tehát Réka kezében a teniszütő, a Norbi pedig hátulról öleli Rékát. Ti minden reggel így vagytok? Vagy ez... Igen? Természetes. Csak nincs ennyi ruha. Javi, gyerek is. Gyereket is odahozod, az lassan... Itt van Hácsi is. Gyere, Hácsi? Ő ki? Egyelőre a konyhaszekrényt látjuk, de hát se rossz. Egy japán szám. Ott van. Itt van. Ó, nagyon jó, szép. Ó, de nagyon szép kis kutyátok van. Ház ki, vagy mi ez? Ne. Ez egy kis Akita? Igen. Egy kis Akita. Látjuk. Ó, hát ez lassan olyan pisztoly. Jaj, de kis helyes. Mint egy sztori fotózás, gyerekek. Na. Lassan megpillantást nyerhetünk a Sobert család életében. Jaj, gyerekek, Norbi birkózik a kutyával, Réka mosolyog, hát komolyan már csak omolnád, mikor hogy legyen komfortosak, mi is összebújjunk egy picit így. Figyelj, milyen egy ilyen online torna, Réka, segíts egy kicsit, meg akarjuk mozgatni a Ferit. Na, akkor mutatom, ti most úgyis ültök,
Igen, lát. Más kéne mögülem? Látsz minket. Aha. Normi, Normi, miért van tenisztucba? Otthon is árnyék teniszezik? Persze, itthon azt játsz, hogy ő Federer. Atyaisten. Réka, neked milyen kockása a sat? Jézus, atya úristen. Réka, csak mondjuk közben a hallgatóknak, hogy Réka egy ilyen torna dressben van, egy kis topban, meg egy rózsaszín kis nadrágban. Igen, én éppen most indultam volna futni. Van egy futógépünk, a Norbi meg megy teniszezni. Még rajtam van az itthoni mamu. Ezek a rohadt szorgos hétköznapok, nem Réka? Csak az. Nem, szerencsém van, mert a srácoknak szívszünet van, úgyhogy itthon vannak. Uh-huh. Zalánt meg nem vittem emiatt óvodába, úgyhogy... De jó nektek. Aha. Akkor ez ilyen családos. Na, mutatom, jó? Jó, csak várjál, bocsánat, mert elmondjuk, hogy adjuk Ustreamen. És hol lehet ránk Ustreamen csatlakozni? A Facebook oldalunkon Ustreamen tudtok csatlakozni, és meg tudjátok nézni, hogy hogy vagyunk Sky kapcsolatban Rékáékkal, mert hogy Feri kezdi a tornát. Réka... Alul az én hasam is ilyen a zsír alatt? Nem. Szerintem nem. Ugye azt gondolod. Réka, csak mondom, leült egy székre, egy függöny elé, és akkor egy nagyon helyes kis, mondom, rózsaszín dresszben van. És brutál kockás hasa. Nagyon dőle, Réka szálkása, mint az a szék, amin ül. Igen. Na, mit csináljunk, Réka, már, hogy a Feri mit csináljon? Miért nem csinálok? Én közvetítek. Aha. Van valami zenétek, amit be tudtok nekem adni? Persze. Figyelj, ezt tudod hallani? Hallgass, figyelj. Kicsit sem milyen beteg. Ez a legbetegebb adás. Igen, csináld, Réka. Réka oldalt fordult a széken. Megemeled a lábad, mind a kettő. Igen. Ferének tegnap műtéte volt. Réka elkezdte felemelt lábbal kinyújtani előre az egyik lábát, majd a másik lábát felváltva. Feri is csinálja. Nem tudok, hát előre dől a szék. Most mit röksz? Hát nézd meg, ő hátra tud dőlni. Zsűr, meg tudod mutatni az én gépemen a kameraképet Rékának, hogy lássa a Ferit. Fordíts már Rékát Feri felé, jó? Hogy tudja Réka instruálni Feri. Feri, nyomjad! Én nyomom életem! Júlival mindig történik. Látod most Ferit? Persze, de ne a fejemet mutasd, a lábamat nézd meg! Mutatom! Na milyen, Feri? Nagyon jó! Figyelj, Feri, most felállunk! Ne, sokat ne kérjél meg. Tegnap műtötték a hátam életem. Igen, Feri felállt, Réka is felállt a székelé. Nem, de most a lábaddal dolgozik. Ja, az igaz. Pici terpeszben, pucsitva leült, Feri is leült pucsitva. És visszafeláll. És feláll. Aha. Óvatosan, Feri, nehogy azt tudod, hogy elpattad egy ér az agyadban. És feláll. És feláll. Feri csinálja. Nagyon jó, gyerekeket. Ez a technika elképesztő. Na milyen a Feri, Réka? Te most látod jól? Nagyon jó. Várj, a kezemet így kell tartani, vagy te azért nem, csak a telefon miatt igen, tartod? Igen, Feri, ő neki azért, hogy egy telefon tart közben. Én azt hittem már. Feri, mutathat szívecskét is, vagy pohászkodhat. Igen, gyerekek, csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy Réka a szája előtt tartott egy telefont. Feri pedig eljátszotta ugyanazt a mozdulatot, és szívet formával a szája előtt fölállt le. Én rendesen csinálom az edzéseket, jó? Nálam nincs izé. Ha én edzek, akkor úgy edzek, mint az állat. Te a szád elé, tudod, mint az ételízésítő. Feri, nagyon jó vagy. Jövő héten kedden este az órámon ott a helyed. Én ott szoktam lenni, mert a lányom... Mindig benéz. Figyelj, az van, hogy az én lányom oda jár kézizni, én beszoktam őt tenni, és a kis ablakon én nézlek benneteket, mert annyi jó nő van, és nem én... mondod. Dehogy nem. Hát mi együtt járunk edzeni, illetve a gyerek jár veled edzeni. Gyere, mert figyelj, a Berki állandóan ott van. Hát jó, a Berkinek lehet, tudod. A tornász Berki? Berni, nem. Nem, a Celer Berki. Ja, Celer. Berki jár tornázni, Pamela nélkül egyelőre még. Aha. De képzeljétek el, hogy ott nyomja az első sorba, kedden csütörtökön este. Én az utolsóban lennék, mert onnan szebb a látvány. Nagyon ügyesek vagytok, szuper. Na, az utolsót mutass, hogy hallom, már Feri kicsit liheg. Jó, Feri, ülj le a székre. 1500-an néznek Feri, úgyhogy teljesítsék közben. Mert... Jó csinálom, jó? Ne szemtelenkedjél, mert rendesen megcsináltam minden gyakorlatot. Annyi Réka, hogy legyen valami levezető, mert picit liheg. Jó. Rajd meg. Tehát azért akkor ne üssél meg, valami nagyon lájtosat a végére. Dőj hátra. Igen. És egy kis hasizom, jó? Micsoda? Hasizom. Egyik. Más. De és ez használ egyébként, hogy mitten székben edzünk? Hát ez csak egy ilyen kis átmozgatás. És karatéra kell tartani a kezem, mint neked van? Hát nekem azért van karatéra tartva a kezem, mert telefon van benne. De a másikban nincs, ne szórakozz. Réka, ezt egyébként meddig bírod csinálni? Egy óráig folyamatosan, simán, megállás nélkül?
Természetesen, én így kelek fel reggel. 50 évben. Atya úr. Vagyok el is hiszünk. Én ezt abszolút elhiszem. Figyelj, a Feri maratont, fél maratont akart futni áprilisban. Tehát ahhoz képest ez a teljesítmény egyébként nem rossz. Micsoda. Figyelj, nagyon. Elég lesz Feri, mert még a végén igen, köszönöm. Jó, gyerekek, milyen modern ez a technika, Skype, Ustream, érted, mindenünk 20 perc alatt összerártottuk. Jó, hát nem volt egyszerű megtalálni, de ahhoz képest három rékából megtaláltuk. Jó van, Réka, nagyon drága vagy, köszönjük szépen. Millió puszi nektek, hallgatlak benneteket futás közben. Helyes, hol van Noibi, mit csinál most? Noibi, itt van, éppen kizárt a hátsit az udvarra, itt van. Itt a mester! Jó reggel. Figyelj, megyek edzésre, hogy hétvégén elboruljanak, jó? Hát, ne haragudj, Norbi, az utolsó eredményeid annyira nem fényesek teniszben ellen, nem úgy tudom, de én erről nem beszélhetek nagyon sokat adásban. Edzé, jó, szevasztok, csókoltatunk benneteket. Puszi, ciao, hello. Nézhetnénk még egy kicsit a hasát. Kimerem. Igen, atya és Rubint Réka beáll. De a Réka hogy néz ki akkor, amikor be van durranva, hogyha csak így lazán felkelés után így néz ki? Elképesztő. Tessék? Edzett ma már valamit, nem? Ez szerintem az van, hogy nem. Tehát, hogy ő konkrét. Feri, neked is lehet jasizont, ha egybe lenyelsz egy fonott kalácsot. Nekem tehát, már van csak alatta, tudod, a zsír alatt. Szép a függöny. Nem, azt szerintem, hogyha egy jól felforrósított golfrisütőt rányomunk a hasfalagra, akkor kávén. Ugyanígy megcsinálja. Minek ez a sok szenvedés? Miért nem csinálsz, ha milyen fölmész ilyen online oldalra, és otthon csinálsz? Ilyen kis lábkirúgás, támasz, nézé, négy ütemű. Hát simán tudnál otthon még pluszba készülni. Vagy neked most határozott edzésterved van? Azt szerint mész? Igen? Nekem én csinálok ilyeneket. Azt megleptél ezzel, hogy lábemelés. Nem láttad, micsoda légés könnyedséggel csináltam? Hát nem, a hangodon hallottam, hogy még nem akarok többet. Hangodon hallottam, nem akarok többet kérdezni, mert a pulzusod kicsit felment. Na jól van. Hú. Mi van? Azt nem a Feri sóhajtott. Ez az egész olyan furat. Ez már Alex volt ma reggel. Ez egy kapcsolat, Ustream kapcsolat, ez élő telefon kapcsolat, érted? Ez már a 22. század. Akkor néz ki az épület. Jó. Külső szárnyára is rá. És te hozott újra valóságban. Még fel vagyunk egyébként? Min? Hol? Mert bőzítem a Skype. Malacsüzeneteket akarsz küldeni? Nem, azt már nem engedem. Jenna.jameson. Vele is szeretnék egy gyors Skype kapcsolat. Rita Fáltojánó kukac. Ja, ő már veterán. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.